Egy újabb, na hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb csodálatos streamben, ahol ma egy 25 eurós Steam gift kártya kerül kisorsolásra. Nagyjából olyan 10-11 óra között, ez majd a streamből adódik, ahogy lesz éppen. Úgyhogy Isten hozott mindenkit. Szia Fanni drága, szia Klaus, hello, hello, hello. Na toljuk, 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 amint betűlt a játék. Jó, emlékszem, 0-0-án léptem ki tegnap. Letoltuk a pénzszállítást, sikeresen volt egy nagy lövöldözés, szia Kevin Stark a pirosakkal, amit lehoz, szia Noémi, amit lehozott a rendőrség. Én a páncélautót vezettem, ami dögunalom volt, na mindegy. De a kalabéja is tudtam ő egy kicsit. A szokásos grafika állítás, mert megint elállítódott ez a fos. Advanced Graphics, apply, yes, jó van. Nem tudom, hogy miért felejti el mindig. Miért felejti el mindig. Jó, ez is jó. Akkor ennyi volt. Jelvény, használ. Szolgálaton kívül. Ja, fasz. Ja. Sobri József 10-8. Egészséget. Egészséget. Hogy égek, lőtt, de jön később, aki el tudna jönni értem a 0-0-ra és visszadobni a 9-9-re. Nem. Ezt emlek veszem. Itt Adam 99-04, 10-19-00-as kapitányság, felveszük a kollégát, vétel vége. Állam kögös őrök ki, elválom a garázsba. Eljön vagyunk szolgálatba. Van egy háromfős, egy futó, sok futó egység. Mi az Alexis? És a Rogers Mateo, a John Martinez és a Takada Tanjiro. Srácok, kezdjétek el használni felkiáltó jegy parancsot. Klaus, írhatsz mögé számot is, sőt, meg is nézem, hogy működik-e, és mutatja a dolgokat, de így jobb lesz. Nem látom, hogy jelentkeztél. Próbáld ki, hogy légy szíves, hogy felkiáltó jegy. Jaj, is megnézem. Aha. Így meg egy számot, mert lehet, hogy a Streamlabs az hülyén kezeli. Most próbálom először. Na így, akkor kell a szám. Jó van, jó van, jó van. Szuper, szuper, akkor. Őt egészséget, akkor vége. Erő egészséget. Erő egészséget. Erőt egészséget. Ahogy tűnik a napjuk. Jó, uram. De egész azt jelvétted fel. Nem csak ódik be az ajtó, állj egy picit, használja ki vissza. Na azért, most bezárult. Nem kell aggódni, uram, letörik, van még három másik. Ha, azért, lángőjek jól ott van, fel, hogy égülök itt. De jó volt erre jönni. Tudja, mi a helyzet, van egy kis önirónia, hogy hallottam a viccet, hogy ezen még én is nevettem, hogy miért vannak a... Mind veszekedik négy rendőr. Kijöjjön ablak mellé, és kijöjjön ablak mellé, így van. A akadémián mősétő még a... Hát nem tudom már ki. Hát mindenki ezt a vicces mesélte. Mi a faszé vagy szolgált? És meg is bukott, ja mi? Hát mondom, hogy emlékszem rá. Nem ész, hogy jó ember volt. Igen, ülásták. Hátul, a betonba. Jó volt ez a hang. Nem tudom. Egy városlakó neki ment a falnak. Igen, arra emlékszem, hogy és nem tudok vezetni ebbe a városba. Az itt a városlakók jobban vezet, mert a városban élők jobban vezetnek. Oh. Hát elgatulálni tudok, több problémát látok ezzel a dolga. Egy. Akkor el fogom hiány a szömbből, megyünk, akármilyen kevő elhozott.
kettő, mi ezért pecsezhetünk ki. Kuván földagadtad a baton szavon, és az állam vagyonát rongálja, három, és három, kettő. Kettőnél mögállok. Rendben. Jó van. Na, kollégák, ő vagyunk, akkor önnyien? Igen, illetve még Alexis, meg Junko. Én láttam itt a telefonon. Jó van, akkor szerintem alkossunk ért járőegységet. Én bemegyek átütözni, mert rajta van ez a bohóci ölmöz. Rendben. Aztán utána döntsék el kikivel. Látom én rajtam egy sosznadra. Lőszekrény. Akkor itt berakom. Ja, jól használtam lőszer bőven. Ezt berakom. Ezt berakom. Mi? Ó, hogy dögölj meg. Jó. Mi a fasz? Ezt nem akartam kérni. Ó, a revolverem is elveszett. Jó van. Bemaradt a kocsiba tegnap. Arra van parancs, hogy hány hatalomponton van. Igen, a... várjál. Kéne írni az üzenetnek. Points, azt hiszem. Igen. Points. Bocs, srácok, azt elfelejtettem. És akkor kéne a... van egy kis probléma. Nincsen, nem a dandáros ruhám. Hogy bazd meg. Mindent lepakoltam, hogy legyen nálam hely. Mindegy, rendőrnadrág. Nem így, majd ruhabódba akkor. Ruhák. Basz meg a kúvaiért. Szekrényt rendbe fogom baszni, akkor hétvén följövök, és csak takarítani fogom a szekrényemet. Hasonlóan, hogy csak nem kéne. Rendőr felső, jó, mindegy. Na, kell nekem egy lövedékálló. Jó. Ezt visszaraktam, de nem ment vissza. Akkor meg egy revolver. Jó, ezt használom. Amennyit van, abból max ezre tudsz. Igen, és észrevettem, hogy el volt állítva ennek a pontja, nagyon szarul számolt, úgyhogy most egy kicsit jobban pörög a pont, mint jövő itt 50 skuló. Hát akkor azt magamhoz veszem. Visszarakom. Üdös picsába. Jó, akkor hogy legyünk pálba? Ők ömelem róla a bódban, mert kérdés. Kilopták a guámat az öltöző szökrényből. Kurva életből. Na, menjünk ki, azt hát... megbeszéljük. Jó. Na, maga jön, mester, még jó, tudom, Tanjiro. Fötörs. Nagyon jó. Akkor már vezethet. Hogyne, hála jó égnek. Akkor már ezt az én sofőr eldöntöttem. Jó, rendben. Rendben. Mivel menjünk, uram? De mivel? El kell menem a bódba. Már mint gépjárművel. Mindjárt kiszorok egyet. Jó, rendben. Ja, mi nézed, hogy a csomagtartó nincs benne, vagy meglepötés? Rendben. Őszinte zsarnátomra nincs. Jó. Akkor én Tanjiroval pába állok. Egy élmény volt, őrmester, majd még beszélünk. Hát csak túlélj a napot, azért mert velem van, mi nem fog megkolni. Fenyegetőzik itt ő, majd mi beszélünk. Figyelj a fogam irányra! Igen is. RM 84, 10-98. Igazából azokra mondtam, akik bent állnak, és akik eddig beszélgettünk, de azért rádióztam. Akkor ruha volt. Ruha volt? Melyik van a legközelebb? Itt a gettó szerintem. Jaj, de jó hangzik! Na, Tanjiro, hogy tetszik itt a állományba?
Egész jó, uram. Bocsánat, hogy ez itt Takada vagy Tanjiro? Nem tudok japánul. Tanjiro, tökéletes. Tanjiro. 1098. Japán tudásom a Dragon Ball-nál leragadt. Nagyon szeretem. Son Goku, Vegeta, Kamehameha. Érte, uram. Jó, amúgy. Ma már... még a... 3 órától azt hiszem, azóta vagyok szolgálatban. Szóval kezdem újra, közterületeztünk. Az poén volt, nyugat. Kis pihi. Aztán... 4 órától beindult a élet. Igen, volt valami érdekös. Hát, izé volt, ékszerrablók. Na, hát, és akkor voltak szolgálatban? Várjon, Tadzsio! Jövök. Várjon, ne menj ez jól. Járő szolgált első szabály, ez most tanulja meg és érzze meg egy életre. Mindig adunk a társunknak kulcsot. Ah, jó rendben. Pancsoljon, próbálják jobban tudja ezárni, meg kinyitni. Addig egy gyors átöltözök. Kedvem 10. Kedvem 79. 10-20. Kis rakter. 10-26. De az jó lenne csak abban, hogy hívják. Ez mi volt? Ja, kosárba kéne rakni. Hova? Bárki ajtó. Srácok, vegyétek, hát szórakozzatok. Ruhák. Donder. Nem, a civil az jobb. Donder a szar. Donder. Nincs ki. Mondjuk. Nyakkendő nélkül se olyan rossz. De inkább legyen a... van a Donder nyakkendő. Ó, és azok is... És ez a rendőrlánc az mit tud? Miért van nyakkendő nélkül tolom? Jó, hát ez a Tanjiro. Tanjiro! Elvitte, hogy hívja? Ezek is miért duplázódnak meg egy csomószor? Őrcipő. Nem tudom. Kiácsoljuk rá. 9-10-20 nagy rakter, 10-26. Kézbe kéne venni, hogy tudjam használni. F2 használ. Hú, neki már van. Ide. Zseblámpát akkor magamhoz összek. Fölmegy. Ó, bilincset nem vettem ki. Tanyvajt elfejtettem. Drága kenyér! Jó van. Jó lett a Tanjiro. Tanjiro! Jobb József keresi Tanjirót.
Ennyi, ő sem fogom zúgálni. Kresset, mi van szegénye? Ennyi sokáig bírjuk baleset nélkül elveszik a járőrtán sem. Nem jó, azért jönnek föl a többiek is majd szépen most 7 óra és 4 amíg szolgálatban hétfőn. Az azért nagyon durva. Admin megbeszélés van. Legyen kikresetnek az, de láttam, hogy nagyon akadt a szem. De jó, hát addig elszívunk egy cigarettát. Város ilyet nem tesz jó Csobrinak. Addig a szerver... A szerver az megy, nem azzal van a probléma szerintem. Ah, mondjuk a package loss magas megint. Akkor dédos lesz. Fassa. Hú, van gyerekek, hát akkor húzzuk így. Ha még húzzuk. Ebből, hogyha visszamegyek a 99-re, akkor is ide fog visszadobni. Idehez közel van egy autó, meg innen visszafutni se egy nagy etvasz. Az imádom, hogy golyó lőszer cserél benne. Oba unicorn is. De ilyen cici bár. Ott megy a kukás. Már nem megy ott. Mi a fasz? Zártam a kocsit. Ám ne esse. Ha csörrepkednek a kukás autó. Rádió próba hallani? Pozitív, uram. Köszönöm. Köszi hangosak vagytok. Én butofó mögé. Hája. Ahova? Tanjió, én bújká. Jó, amíg visszatérdik, viszont elrólok egy gyors kód 8-ra. És belebb kiveszemem szolgálatba. Addig induljon rablás, csak el kell rólnom valóban. Elfogadra kapcsol. Jó. Én mindjárt itt vagyok, srácok, fél perc. Akkor vissza is tértem, Tanjiro visszatérte. Tanjiro nem tért vissza. Bekicsosztunk milyen? Bocs, srácok, nagyon magas, ebből crash lesz. Jó.
Törönszönben jön, mert részleges lefagy... Ezt nem tudtam olvasni. Egy részleges... Részleges lefagyás volt. Maradok itt, azt majd elfutunk a... Részleges lefagyás volt. Nem annyira álljunk BMW-sen. Na, srácok, vegyétek a pontokat! Vegyétek, vegyétek! Szia, Pinty... Bazzek, Pintyusz! Nekem te nem mondd meg, hogy mit nem csinálsz! De jössz a gombóiddal! Akkor gyere fő játszani! Tegnap sem voltál főn, nem hoztál baseball sapkát! Úgy megértem, hogy kikesett a szerver. Mi ez? Mi ad be ilyen képeket? Hagyja békén. Hát ez... Iszki volt. Jót mentünk. Nem vagy Isten, altából nagy. Nem mondod meg, mit csináljak? Nem vagy Isten. Jaj. Kicsi altából nagy uram. Jössz ma fő? Szia, hát Tamás, hello, hello, felkiáltó jegyszám, és vegyetek tiketet, és nyerjetek Steam gift kártyát. Aztán megtartom magamnak, hogy folytatódik. Na tessék, már a Streamlabs is mondja, hogy vegyetek rá, csak hallgatsz, Pintyusz. Mit te gondolsz, ki vagy te? Interesting. I have a bad feelings about this. Nem tudok jót el. Sobrit is alig. Van annyi pontod? Szerintem nincs. És miért ne... jó, ez nem tudja, mit, hogy hívják. Nézzétek meg pontszor, hogy hány pontotok van. Redbinek van, bazd meg. Látjátok, Redbi jó fiú. Pintyusz az egy trehány ember. No végre. Beindult. Ez az jók vagytok, srácok. Azaz. Nagyon Redbi. Hajtasz a modi fizetésre? Pintyusz egy fasz. Az tény, de nem én mondtam. Azt nem tudom, nekem én mindig windowed módba indul a játék. Na mindegy. Ja. Hát aki megnyeri, az él fizu. Ez így van, majd megverekszetek érte. Hát az visszadobott. Geci, nagyot mentünk. De meg tudom nyitni, képes vagyok rá. Sobi József újra a rádión. Én vagyok a szerveren. Nem, 23. az ID-n. Bejöztek sokan. Gyerekek? Gyerekek, hol esélye? Már azért Redbi elég... Üdvözlöm! Üdv vissza az ógába. Üdv, merre jár? Eljön a 0-0-án, odáig elfújt a szél. Azt a minden
Éppen futok egy civilgép elművé. Tettó. 99-en találkozunk. Kézd egy. Az meg van itt még gépjárművem, vagy elvittem innen? Jó hovozást. Eljött a modikró. Elmenek. Itt vagy. nem támogass napi jutalom. Nem van napi... Ó, bazd. Tulajdon, hadd emlékezzek. Vinewoodban van a Bugatti. Jó van. És hol van a Vinewood? Ez. Ugye? Azaz. Vicceltem, Redmi, nehogy komolyan vedd. Audi Goázsod, a bőlőt menekülni. Nem szoktam annyit menekülni, mint körgötni. Nem, körgötni sem szoktam sokat. Előferdül néha. És mi mindjárt állítottam a Windows-t. Várjátok, hogy most megcsináljuk. Beállítások. Advanced Graphics, nem? Kurvára nem, de? És miért állítottad át megint a szar? Nem értem, mit csinálja a fájban. Dér, Pityusz? Hát igen, ahol nehéz. Sokkal jobb lenne, ha fönt lennél szógálnál az unokatesóddal. Védeljünk együtt a váost, mert dolgok. Ja, és azért hotel. Ugye? Hát akkor itt elvézem a dolgomat. A fél maximum hotel, bónagy uram, hogy én itten... Ne oda néz. Ászai Potter. Jó, viccelődök csak. Nagyon durva, négyen vagyunk, voltunk fönt 7 órakor. Ilyet még nem láttam. Okóba megkergetem a kezemet. Óva. Milyen kondiban vagyok? Hát okóba ez a kerítése vagy? De jó vagyok. Azaz. Parkűr. Jó, vidéki parkűr. Ez az bódva. Köszönöm, hogy kihasztad. Vétel, Alexis. M.A.M. Kansas Toto. De ez a hosszabb út, mindegy. Egész jó ez a Bugatti egyébként. Várj, ne hogyan? Balra kell mennem, ugye? Hogy eljussok. Mit mond az GPS? Hogy egyen sem. Hova? Szöknök ki. Csak nem hazudik. Van is bátom a szintvó hangja. Bravo, üdvözlő kocsi is lehetne ez. Kiáll be a helyemre. Van, tesztettük a gépjárművet. Na, újra örültök és égőt. Nem vagyunk sokkal. Tetszik a Bravo autóm, Dandár uram. És az enyém? Ja, ő néha a Bravo Tanjiro. Igen, igen. Beállt a parkolóhelyemre, akkor most szépen kilövöm a kerekét. Szépen parkolója? Eljöttem ott állni. Mindegy, elnézem magának, csak olyan érzésre van, hogy újra ki kell szednem dolgokat, mert felejtettem a szökrényből.
finom. Hát. Rébette mondtam, Totó, már nem könzözbe vagyunk. Tudja, mint a Óza csodák csodájába. Hogyne, hogyne. Hova? Óvasott tömbből, elkörülök. Ő. De furán érkeztem. Erőtögészséget. Erőtögészséget. Szervusz, Alexis. Erőtögészséget. Érdekes dolgok vannak. Igen, szóval például én a FIB-val most küldettem el egy M4-emet bevizsgálásra. Én is fog küldetni. Volt egy ugyanolyan M4-em, mint ami van a szekrényemben, és így... Nem is. Jött oda a nagy hurkám, mert minden aztán... Fölébredek, hogy ott van az ölembe gyömné. Mondom, jó, akkor visszarakom ide. Erre itt van. Hát mi történik itten? Hívni kell a Dean Winchester-t, az majd megoldja ezt az esetet, mert a Fox Mulder. Szóval én szerintem a dandártábanok is, mert én is szóltam, ugye. Ez nem a mi oldalunkon neccesebb inkább, hanem a... Hát a illegálnak az oldalán, mondhatnám úgy. Micsoda? Hát az illegálnak az oldalán. Ja. A csúnya oldalon. Érted? Csak csúnya oldalt. A csúnya oldalod. Szia, Kormi! Hello, hello, hello! Felkiáltója jegy és szem. Nagykori. Kicsit érdekesebb a helyzet. Hát konkrétan azokat a dolgokat találtam meg a zsebemben, amik egy órája voltak nálam. Egy órája. Szintűt találtam. Hagyd meg egy órája, nem is egy évről. De, szintűt találtam egy 10 tárat még az M4-hez. A meglévők mellé. Tényleg Alexis, nem tudod, hogy ti most így föltörzsörmesterként valamihez hozzányúlhatok-e még? Saját magához! A bármikor! MP5-höz. Igen? Aha, lehet. De csak parancsra. Nyilván, nyilván. Küldtem egy SMS-t az FBI-nak, remélem megkapták. Hoppá, és érkezett. Tippeljek, lagger. Ja, igen. Csokom. Na, mi a gond? VR előtt bepakoltam a szekrénybe. Igen. Átrendeztem a sebemet, VR után visszajöttem, ugye, hogy nálam van az MP5, a szekrénybe is van egy MP4, a szekrénybe is van egy MP4, melyik a kisebb, mindegy, az egyik. Úgyhogy duplikálódott volt a kép a fegyver. Azt akartam. Csak kérdezted, mi van? Elmondtam. Nekem is ez volt lagger, ugye, ami egy órája volt inventorium, azt visszakaptam, és konkrétan dupla M4-en volt, dupla 300 tölivel. Szia lagger, jól áll a pirok. Átadtam. Minden, akinek egy órája volt inventoria, akkor annak dupla, hogyha azóta lepakoltam. Nem, valaki kellett is. Igen? Szia Klaus, hello, hello. Nekem is klónozódott. Valakinek a pénze, valakinek a fegyvereink. Hát, amit egy órája pakolt, azt kapta vissza inventori. Nem? Ja, ja, amiket kivettem fegyvereket, azok is eltűntek. Jó, azokat megveszem, azt adjuk. Meg valakinek? Én már odaadtam. Még valaki valamit? Ő egy ölelést. Jó, fejezetet írom. Celu, nézd meg, légy szíves, hogy mennyi pontod van, hogy van elég felkiáltó points, ezt ki kellett volna írnom. Szégyelje magát itt a dandártábornok, hogy itt kötelezkedik itt a főtörzsre. Mit csinálok? Kötelezkedik itt a főtörzsre. Amit jelentő kötelezkedik? Elkötelezkedik itt a főtörzsre. Jöjjünk, legyünk mi a szuper hármas, Charlie angyalai, férfi verzió. Nincs járőr társam. Hát ott a June. Ezért mondtam, hogy menjünk árban. Kint vár téged amúgy, csak mondom. De hol? Kint, itt a parkolóban. Ja, jó, hát akkor megyek. A Exis, nem akarsz nyomozónak menni? Szóval ezután a logikai fejtés után deduktív képesség és Sherlock Holmes szintűek. Jó, hát például elnézem egyszer a zsebemet a minden rendben. Élvezett a zsókóm. Hoppnak itt a hőső.
Kovinál is adott nekem pénzt, azt is szükségünk. Elmélet csak a rádiópróba volt. Kollégák hallanak? Igen, én voltam. Pozitív. Jó, nyugodtam. Alexis van társa? Pozitív van. Köszönöm. Már hagytam volna a nyomozatira, hogy nézze meg. Jó, Alexis! Megnyerte a Zolgál parancsnokságot a mai napra. Előbb is az voltam, bár. Nagyon jó, akkor folytatja ezt a szép gyakorlatot. Na, nézd, hogy itt is minden megvan. De az volt jó. Én minden rendben. Hát, ja, kocsi a szépen volt tartva. Ötöző szekrényen, mint amiből bőrő hányta. Majd a kulcsot tud megint adni? Ja, igen, persze, álljon fél a kulcsot. A kocsiba is ide tudja adni. Igen? Hát persze. Ja. Ez a kulcs. Na igaz, majd a kezdi tartóba találtam egyet, nem kell kivenni a túró. Létel érdeklődnék, hogy valaki el tudna jönni, értem az ötös bank alatti parkolóban. Dévi Marci, a társam az nem igazán tér vissza a városra, ahogy nézem. Pozitív kis türelmet és mehet. Köszönöm. Gyerünk ki Balettóba, mit szó? Olyan év voltam ott. Nézzünk. Gyerünk ki 1984, kérdezünk Balettóba. Pillanat. Mindjárt megyünk tovább. Na érzgősön Tanjiro, hogy tudom, ismerem a maga ninja trükkét, úgy eltűnik, sose találom meg. Nem hagyod ilyeneket, itt vagyok most is, nem? Igen, de a... elfordulok, aztán mert a Batman is eltűnik. Ha visszajön, úgy megérdek, hogy beszalok. Becsöröljetek nadrágot. Kaszinó mellett, kaszinó alatt él egy Kraken. Képzelj el. Nem akarom. Nem akarom elképzelni, hogy te ilyen vagy szörnyéje, ami mögössz. Még képzőm ezt, nem szeretem elképzőni. Szók a Dean Winchester-nek, az idejön, azt lehordítja, meg lelövi. Azt képzölöm el. Meg a szem. Vagy a Volker a texasi kopó, nem? Nem tudom, ő is küzdött szörnyekkel, azt hittem, hogy csak Oda A című sózatban volt. Celu, jössz majd föl ma? Vagy lesz valami? Vagy ma nem játszol? Ő kötve. Van Renato, meg Mateo. Van Alexis, meg June. Takada, Tanjiro, meg Sobri Józsa. Nagyon jó. Járőrözés. Maga melyik autót tartja jobbnak, a BMW-t vagy a Audit? Audit, azt már sokat vezettem. BMW-t még nem annyira. Audi, ez nagyon dobja a seggét. Tehát én benne fék. Nem tudom, most a BMW-t mindjárt kitapasztalom, aztán fönt, mondok, hogy ő fönt volt, te nem. Ő volt a puff-puff csávó. Nekem mindig a Dodge az all-time favorite. Igen. Aha, jó, hát akkor Dodge. Átmegyünk arra. Ma úgy is el kell menni az Audi, mi lefoglaltabban van. Igen. Azt hiszem. Mi az, hogy igen? Hol tudja maga a kocsim? Nem kérdeztem, hogy igen? Lefoglaltam? Ja. Nekem kihentőnek azon, igen. Jó van.
És miért van a lefoglaltakban? Jaj, ugye van ez, és... Gyerség! És miért van a lefoglaltakban? Hosszú történet. Képzeljő, egyik nap a GM-be kell mennem interjút adni, őrabótak, és kínoztak meg minden. Oda a fölöm előtt, megállok a köröztöződés, körülnézek, elindulok, és oldalai autó 200 bum belém. Ül is ájúttam, én magamhoz tértem ilyen kékruhás emberek, ott körülöttem böszélgettem, jaj, jöjjön arrébb, röndőr úr, jöjjön arrébb. Az egyik bajom elkezdte kinyitni a csomagtartómat. Kb. 0,2 másodperc alatt sikerült is neki. Bocsánat, srácok. És te hívtam mentőt, vagy a kocsim totálkállat, elkergettem őket, tök intéje meg jelölléte. Kijött képzelni a viátat, és mondta, hogy nincs szörülő a városba. Úgyhogy lefoglalta, mondta, hogy baj, 3 nap múlva teppel lesz idő, jön mögszerelés, visszahozza nekünk. Hát ez volt 2 hete. Fantasztikus. Nagyon jó. Opti, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Ez a fos szar megint nem működik? Ez szarok. Elsírom magam. Mivel? Hát az, ami neked nincs. Kuzun. Ha mondtam neki, ő böntök innen. El is böntök. Jó, mondjuk ott a vasszak. Azt gondolja, tankónik ő? Nem, csak itt a fegyver volt, az megmű. Nem az én fegyvőbót. Bombett valaki. Kövé bácsi. Ami szerintem nem kell tankolni, takad a Tanjiro kolléga úr. Hát, tankolhatunk, kedves Sóri József, Tandár tábornok úr. Csak azért kérdezem, a ma ezt a tankolót szöröti? Hát ez a régi. Jaj. Ilyet sem láttam, hogy mennyire szolgosak ezek a vidékiek. Hát jó, városban eljön itt 2. Péuskám, mondd már le a kocsi ülőjét, nem látod milyen kozó? Na, babé! Na, ő is bőnt. Megunta. Hát jó, van kiszolgás vidékű, nem úgy, mint ott benne a büdös városban. Persze. Itt akarnak is dolgozni az emberek, nem csak muszájból csinálják. Éva, ezért itt az új őrs, ötönögyös. Mondja János altábornagy úr vezetésére. Most még ugye dandártábornok, de hát csak azért nem szerették fel az árakat a lakatokra. Illetve hát a ketrecekre, mi az a fogdákra. Na, Jézukám, tankoljad már gyorsabban, hát mi van völöd? Az a 6%-nál tart így, ahogy kb. Látom itt a órát. Ja, fasz van. Befagytam. Szóval itt lesz Paletóban az 51-es? Éva! Kevin Star, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jól hangzik a bújt. Nem tudom, mi van a alertekkel. Gyugis is. Papinál is késett. Közeledik a hype vonat, gyerekek. Te jó Isten, mik vannak itt? Hát igen, mert vannak itt ilyen lóvászok. Majd, hogyha kiköltöztünk ide, akkor elmegyek hozzánk szolgált után. Hova góri, néha-néha. Én nem tudom, nekem olyan érzésem van, mint hogyha nem. Na, szerintem menjünk a picsába, mert ugrál a benzin. Ó, a minden 3 még jobb, mint a negyedik. Jézus Opti, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, mekkora király vagy. Köszi. Semmi alert nincs. De miért nincs alert? Én ahogy lögyöm. Mentősök is. Ó, vannak is. Ó, jó. Vájó, lovászok mögött dömöntünk szerintem. Mindegy. Lovászok? Igen. Valahogy itt vannak. Kóban patkó van a rajtajukon. Optikám, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én még nem láttam itt lovászt. Forduljunk meg. Elmutatom én magának, hova a lovarda. Hát magának is kell tudni, ahogy nem tudtak hova gondolni a Vöndő Akadémia. Na. Ah, Isten, maguk fiatalok. Én sem vagyok öreg 30 évesön, de hát azért, na. Itt van balra, látja, itt van a kovászok. Balra? Hát látja azokat a patkókat, hát mit gondolnak itt? Oh my god.
Na, semmi értelme. Miért van itt egy betű? Ezek lovászok. Hol van a patkó? Dehogy is. Őket nem ismeri? Nem. Mi kéne? Ó, tövék Paletto, idézőjelesen. Ja, ővék. Palettóban... Ők itt a nagy izé. Ők itt a nagy gangsterek Palettóban. Jajjajjaj. Igen? Nem lovászok? Nem. Hát, úgy látom, akkor meg a építész nem készült át az átalakításokkal. Én ezt a kapcsolat is szeretem, ez is szép, szerintem. Jó pufó egyébként, igen. Aranyos. Itt cuki. Aha. Egyébként tényleg jó vezet a kapcs. És milyen gépjármű parkuk lesz? Vagy ezt még nem tudja? Ah, és srácok, nagyon szépen köszi, jól ti járt. Azért kell ennek az SUV-k bőven. Igen, hát ugye autókat is fogunk majd csörülni, elvileg rendvédelőm szinten egyszer. Ó. Valamikor a távoli jövőbe. Hát ezt az altából nagyok urak tudják jó, hát ők itt a nagy faszúak. Ja. De Opti-nek van a legnagyobb fasza az egész világon. Jaj, de szépen. Grafikus beállítása. Stabilis a játék. Hogy jó, szóval, hogyha fáj a szőmő, vagy van valami, jó? Ja, jó, rendben. Nem csak én szeretek inkább lassan, de biztosan haladni. Ja, nem azért, az az ember van nagyon lassan, csak hogyha úgy érzi, hogy mitől nagyokat kell pislogni, vagy ilyesmi. Hosszoljon. Ja. Jó, rendben. Vétel Adam 00 308 10 20. Bányász 55 10 26. Jaj, tudod. Jó, helyes. Ja nem, arra már válaszolt. Igazából ott a kaszidó az volt a kritikusabb hely. Igen? Most így amúgy jól vagyok. Kicsit úgy... Beemelt volna valami a szemembe és dőlgettem egy picit. Voltam alkap. Nem nagyon, csak egy picit piszkáltam. Mindegy, Tradátó, nekem 10-10-en nem kell, visszamegy a 0-0-ra a járőrtársamat, még valamelyiket csak fel tudja venni. Jó pihenést! Jó pihenést! Ki a járőrtársa vagyok? A te utolá! Köszönöm, a kérdés továbbra is áll, valaki fel tudja venni a kollégát. 10, de mi elvállaljuk. 0-0-án találkozunk kollégával. 1-0-0-3-10-19-0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 
kettőig az a majom. A majom beszólta. Vővel elmentünk, mert mi vagyja meg, semmi baj. 86 fok. Laptop. Előfordul. Most nem tudom miért egyébként. Na, te tudom mi. Ennyi, majd lehűl. Mikor az agyam is úgy akarja, akkor tudok vezetni jól. Igen, ez olyan is ilyen. Városunkban jó agyú emberök ellenőtt. Hát most már... Jó, úgy érzem, a legjobb agy is néha egy kicsit... Jézus kövés tud lönni, de... Jó itt lönni. Én szörötök. Én is? Persze. Jó, akkor a legjobb ömbörök. Böszégetni. Menni a vapám. Főleg én, ugye? Nem? Ez Tanjiro. Már itt benn vagy 3 percem, ahol ott a legjobb barátom. Hívó ez. Egyébként igen, szimpatikus, örök, hogy emberek vannak a állományban. Köpnök, hogy itt lehetek. Szolgálunk és védünk. Néha félünk, de... Azt nem az itteni bűszervezetektől, hanem a Jánostól. Igen, a János elég agresszív. Na végre. Renátó tisztjét, jó szolgálatot. Jó pihenést. És? Ja, GT az nagyon pörgeti. Tehát, hogy járkod a Cyberpunkot, meg a Hitmant, meg nem tudom miket teszteltem, így Huntot maximum grafikával, és egy 80 fok körül is alig. 80-81, amikor nagyon pörög. GTA-nál most az ott a baj, hogy ugye a ventilátor sebességet tudom állítani, és
Silentre volt rakva, az én fasságom. Itt jönnek belénk mindig. Igen, igen, úgy jönnek ezek a gazdagok, mint a állatok. Az egyik rá, hogy nem vonatkozik a krösz, meg hogy mások élete, meg dolgok. Na persze. Ez közel volt. Hát most én is megijedtem egy picikét. Jó, akkor mind a ketten a drágot csörélünk. Tigris síkos lett, úgy érzi? Szerintem fájt. Egyébként srácok, csak hogy mondom, hogy a feladatkezelő szerint 77 fokos a gép, és nem meleg a gép. Tehát... kicsit aklimatizálódni kell. Nézd, kicsit külni. Ja, igen, úgy érezte, hogy... Városi levegőhöz, igen, igen, igen. Igen, nekem is. Na, még ez a külső 36 fok sem a legjobb. Olyan nagy a csönd itt a városban ma, nem? Én nem panaszkodok ez miatt. Nem, én se. Ja, vannak ilyenjei, de nagyon leszi a gépet, tehát... Nem tudsz olyan gépet, ami... Ami nem sok. De ebben a laptopban is van egy 3080-as videókártya, egy Ryzen 9. Edem vagy Alpha 55. Üldözőbe vettünk egy gyalogosan menekülő úriember. Különösítés? Helikopter hozzunk? Helikopter. Kollégák, vicces vértél különösítés? Hát, ma mondják, hogy mi van. De hogy erősítést kapja a futó? Verekszik az úr, itt már megpüfölt négyet embert. Főpublik? Ja, mondom, menjünk, hova ezek vannak. Oké. Okay. Hát nem GP-t befuttak el kollégek. De ő Harry Potter! Az az Harry! Varázsló vagy! Jó, lehet lekapcsolom a villogót! Tanjiro! Nem kell röpülni! Merre mennek a kollégák? Nem tudom! Milyen nézőm? Szerintem ott a jelölésem vannak. Jajajajaj. Ott látok csak kollégákat. Igen. Ki a fasz van? Ó, hogy az a... Kínszenvedés. Ajaj, komoly problémák van. Na, elengedtek, létszik. El tudnám mondani a kollégáknak is, akik most érkeztek? Szerintem Dandártábornok urat nagyon érdekli a... Na, szevasz, fiam, mondjad. Ja, apa! Emilyenre emlékszem, hogy néztél ki. Na, mondja, uram, miért tartóztatták magát itt lőni szállosról a drágba? Hát figyelj, egy NPC-t megütöttem. Jó, nem egyet, egy párat. De az nem most tudom, nem mi? Rendes. Ó, micsoda? Ha nem rendes embereket ütöttem meg, hanem egy NPC-t. Magának ilyen tévképzetei vannak, hogy vannak ilyen gondok. Mit mondod? NPC. Szerintem a gurnak pszichológiai kezelésre szüksége. Azt hiszem, hogy robotó emberek vannak itt a városban. Maga... Az úr, mit mondott? Mi van a szemével? Mit mondott az úr? Mi van a szemével? Már nem tudom, tesó. Bagos, hogy mi a farom volt, jajaja az. Bagos, jajaja. Így állítam be. Bogarak vannak a szemében. Micsoda? Bogarak vannak a szömébe. Vannak robottömbörök? Mondja, milyen tévképzetei vannak még az úrnak? Megütött itt 4-5 embert itt az utcán. Igen, igen, azt értem. Azért hittem róluk, hogy ők ilyen robotok, mert mit tudom én. Jó, hogy nem lőtte le őket. Mondtam már neki, hogy lehet, hogy valami tudatmódosítószer hatás alatt áll, mert a személy is ilyen furcsák. Tehát ő azt mondta, hogy nem. Olyexis, szerintem szóljunk a hotyáknak, a pszichológusoknak, hogy beszélgessenek el az úrra. Csak engedjetek el, te sóna. Nézd el nekem. Most kezdtem a Gameszkót.
Ennyit esélye. Micsodát kezdtél most? A gamaszkót. Ami? Játékot, na. Játékot. Most kezdtem el játszani. Ezen a szerveren. Elengedtem. Köszi szépen, imádlak. A bilincset biztonságos levenni róla? Szerintem nem. Tessék? Nem, hát a bilincs az maradhat. Na, a bilincs az maradhat. Hát nem fog lejönni, azt próbálgathatja eltörni, nem Hulk az úr. Leveszitek le, rólam? Nem kérdezem őt, nem veszük le. Dígyezetni se tudok meg sem. Még jobb is. Már gondolom el akarnál lopni itt a rendőrautót. Én? Nem, hát van egy bringám. Ennyi. Azt nincs is több pénzem. Kaját se tudok venni. Ugye meghalok. Meg elütöttek. Jó, én kívtam őhöz a körzeti pszichológusokat. El fogok ön egy kicsit beszélgetni, aztán segítenek. Utána, hogyha majd tévképzetek megszűntek, akkor majd minden rendből lesz. Lesz kiköközelni magából, mert mások fog kárt tönni. Megvárjuk a pszichológusok kiérkezését. Éva. Oké, oké. Igye, maga életén és egészségét nem, nem tudja eltörni a bilincsét. Igen. Próbálkozik. Nem tudja eltörni a bilincsét. Hey, don't be an ass. Kicsit túl mozgásos az ura. Igen. Ne fagyassz le, nyugi, nem fogok. Ali. Hello, hello. Ne fagyassz le, nyugi. Szia, Leger. Jó, szerintem el. Ide jöttünk, annyit láttunk, hogy elkezdte ütni ugye a NPC-ket, illetve megkérdeztünk, ő mondja ugye, IC azt, hogy ő az NPC-ket ütögeti, és hogy ezért miért piszkáljuk. Mondtam neki, hogy ugye, igen, most kezdte a gameszkót, meg hogy neki bugos a szeme, meg ilyenek. De totál tévképzetek van az úr, úgyhogy hívtuk hozzá pszichológust, aki meg kigyógyítsa. Így állítottam be a karakterem, alapból ilyen a szeme a csávónak. Nem így értették a rendőrök, hanem úgy, hogy nincs OC a szerver, nincs ilyen, hogy NPC, nincs semmilyen OC beszél. És az NPC-t nem ütögetjük ott nélkül. De hogyha egy NPC, akkor azt se bánthatom? Nem, mert ugyanúgy játékosként kell kezelni őket. Ott nélkül nem lesz meg senkit az utcán, nem? Tessék? Ok nélkül senki, hanem értesét, hát, hogy látsz valakit, aztán nagyon bele, csak itt semmi ok. Hát figyelj, most hogyha... Most például... Most mondok egy helyet, például a szélem, most látok egy olyat, akit így nem kedvelek, akkor oda megyek, hogy mizu meg ilyenek, azt ennyi. Most ezt vedd úgy, hogy most mi van te, buzi? Nem amúgy imádlak. Na érted? De figyelj, nem bántom az NPC-ket, elengedtek. Kérlek szépen, mennék a pigámért, mert megvertek, meg elütöttek, aztán utána mennék az orvoshoz. Szerintem egy másik szervert fogod mondani, akkor itt lövöm le. Na? Nem mertük róla levenni előbbse a bilincset, mert már le akarta magáról ugye szedetni, igen. Hát ugye nem tudja, meg be akart ülni a rendőrautóba. Nem akartam beülni, én nem oda akartam, én oda a... Most nem tudok oda mutatni, de... Egy garázs, ott van a bingem. Oda szerettem volna menni. Csak... Ugye van egy... szerbetű... megnyomtam. Na, ugye ugrottam egyet, és... meg akartam nyomni az erbetűt, és akkor hát, ha elesek. De nem ez történt, hanem megütöttem egy pár mobot. NPC-t. Hát ő itt, ez is a bátyja. Na hát szóval én így ravag tőtének itt. El akartam nyomni az elbetűt, és azért ütögetti ember.
Na, akkor elengedtek? Elengedjem, Langer? Nem bántok senkit. Hát a bilincset mindenképpen beveszünk róla. Táncsoló kicsit megtűlte. Egy vert azt tudok valahol venni. Én csak egy kész szeretnék, mert ő előbb is belém kötöttek. De nem az, nem az. Nem akarok senki bántani, csak egy kést akarna. Nem, csak ő előbb megvertek, meg elütöttek. Aztán, hogyha ilyen van, hogy tudjak azért... Bocs, ne, esküszöm, véletlen volt. Már be volt készítve előre a közé. Nem áll. Langer, egy hílt addig tudsz adni, Léci? Yes, kell, jelenleg meg kell, nyugi, nem hasz meg. Visszadom a bilincset. Kollégek, akkor szerintem találkozunk itt Narniában. Szerintem minden jól lépünk ki. Köszi, Langer. Lépünk ki ott meg. Kocsi, kocsi, kocsi. Hova vigyük? Kérdezzük ki önt. Hát egy perc. Egy perc alatt megcsináljuk? Hajrá! Tolja neki, Tanjiro! Nyomom! Bal lába gázol, jobb lába balon! Éva, 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 jó mondja! Éljük túl! Jujjujjujjujj! Nem baj, szembe forgok! Riadó! Ava, menjünk! Jujjujjujjujjujj! Nagyon nagyon szóval beszorog! Siesse, hasbönésem van! Elértünk oda! Picsába! Ez nem volt egy perc. Istenem. Úgyhogy ez van. OBS crash. Mi az OBS-em elcrash-elt? Hello, hello, főt hívja Houston-t, Houston jelentkez. Nem tudom, mi történik. Láttok? Én nézem. Jó, csak nem halt be. Jó. Nem hallunk. Rohadj meg, Pintyusz. Rohadj el meg. De gyűlöllek. Pintyusz. Te szemét, szatír. Jó, nem gyűlöllek. Nem picit se. Na szóval, hát ez a csávó, ez nem tudom, tehát én nem akarok senkit bántani, tényleg, eskü, senkit nem akarok bántani, kést hol tudok venni? Jó, na egy fél perc, azt itt vagyok, addig hallgassátok a csodás betűtő.
Na, vissza is tértem. Képet is kaptok. Megint beállíthatom, ahogy jelkot ezt a szart. Oké. Ez ügyes mozdulat volt. Most miért tapadszod el? Tök jó, ide ragadtál. Magnetikusan. Jó, dobálózok itt, mint egy hülye gyerek. Lentről nem világítunk, mert az gonosz kifejezést akar magában. Nya. Yes. Mi akkor? Ne aboljon el! Érzem a fejvert a hátamon! Ne üljön meg! Könyörgöm! Nem a fegyverem. Farka! Ne erőszakoljon meg! Nem. Elkúzza, te vagy! Na meg se erőszakolsz! Milyen család vagyunk mi? Normális. Ah, jó. Bocsánat, nekem imádkoznom ki, mert nagyon állítatos hangulatba jöttem. Na mert? Mit fáj? Semmi. Csak termelődnek az MP5-ök nálam. Nálam nem. Meg használ egy csöpogódot is. Ó, elmondok egy mi a gyengót. De csipogózok neked. Csip-csip. Sziasztok. Megint. Nálam van az MP5. Valakinek oda hát. Köszi. Én. Jó. Szolgálatban vagyok. Rádió. Csóbi József újra rádió. Ez hangos lesz. Téged hova? 99-ről kérném szépen. Hozd, ami elindulás. De van még csúváhe. Ha. Tudod, ő is hagy halott. Na jó, mit szülök csak. Nem komolyan megy, nem megsértődj. Nem megsértődj. Hova üsd el a motoros, igazad van. Sértődj meg, és üssél motorosokat. Hova jó feszültség lövözetés. Nem, majdnem. De rajta múlott, ő rántotta olyan kómáit. Hát, nem. De ő zsárjában volt-e. Húzzel, akarsz előbözzégetni? Nagyon szívesen meghallgatom a problémákat életődből. Nem akarok megoldni! Tudom, meg fogja tényleg bírságolni. Valaki beállt a helyedre. Be. Foglald le. Ilyen pokkók a szökvényből. Hello, hello! Köfi! Szia! Ez olyan, mint a pénzszájtó utó. Abba is már olyan profi vagyok. Galaxival együtt. Nagyon jó.
ismét a rádión. Mi volt a probléma? Mi a fasz? Oké. Okay. Gabi nincs. Van egy kis fázis késés, nem? Nem. Csak azt nézte, hogy visszaugrik. Jó van. Szerintem jó vagyok. Nincs rajta. Hol lövedék el? Azt nem vettem ki. Hol jól le? Nem fog elférni nálam, attól tartok. Ah, de pont. Jó kiejtésem. Nincs meleged? Nekem? Jó, akkor... Vele se szólok. Üdvözlöm, Tanjiro! Vizslát, Tanjiro! Üdvözlöm! Ja, igen. Szerintem lesz. Dögöljönnek, hogy rám fagy ez a szar fájvem fos. Ki se tudok lépni belőle, gyerekek. Mi a fasz? Azt hiszem lesz egy újraindításom. Mindjárt jövök. Kifagyott a fájvem. Na, vissza is tértem. Indítom a fájvemet. Bocsi, srácok, ez egy ilyen nap. Indul a part 2. A nyereményjáték nyilván nem állt le, úgyhogy felkiáltó jegy és az összeg, ugye felkiáltó jegy pontszal lehet megnézni, hogy kinek mennyi pöntje van, és vegyétek a jegyeket, vegyétek. Még egy valamit meg akarok nézni a risétbe, hogy nem ott szarakodik-e valami. Végre betűtött. Jó. Fasza. Performance-ot kivesszük. És itt volt itt a vételőzés, azt lejjebb rakom, azt nem tudom ki annyi. Rájövök, hogy hol volt. Én
Hihetetlen. Ilyen anomáliák történnek itt a 99-es kapitányság. Nincs rám MPU kollégák, csodálatos. Hát, csak fegyverkövelem újra. 100 000 mínusz. De szekrényömből van, folyamat leadogatom a MPU-t ilyen járókelőnek, aki ide jön a FBI-tú. Más kérdés, hogy a 10. revolvert vezem meg ma, hát ez van. Szeretem a revolvereket gyűjteni. Van a rendes raktárban is amúgy. De azt hagyom a csóróknak. Elviccel. Köszönöm. Igazán, nincsen 200 csorító, miért nincsen? Tessék, ezért, én 13 000-et költöttem tankolásra, és még mindig nincs tele a kocsi. Hova tűnt a 25 000 KP-m? Tankolásra. Egyszer tankoltam 12 000. 13 még kell. Hova és az a járvő most nincs megtankolva, csak mondtam. Hova? De még mindig jelzik 13 000 Alexis. Hát biztos csak azt tankoltad? Az egyenletből. Aha. Jöjj ide, kolléga! Tanjiro! Igen. Jöjjön már ide! Add neked KP-t. Itt vagyok. Én se tök sokat adni, mert 3 000 van nálam a 16 000 helyett. Ja, kapok én is. Persze. Másról pörc. Köszönöm. Van csúlyó. Ebből megtankolhatom harmadszorra a Tauruszt. Nem kéne azt a tankot egy rágógumival beugasztani, mert kifolyik belőle az üzemanyag. Persze. Ez meg. Erre van. Az Alex. Fel kell adnunk egy hirdetést. Társad, kereső. Jó szívóképesség és nem nyeli le. Együtt megyünk benzint lopni. Oké. Tanjiro. Jó fizetése van. Nem kell lopni a benzint. Mondjuk egy viszont ilyen mobi kukás, nem kukás, WC-s toál ide, aki kirak WC-ket, és nem kell szavarnom megint a parkoló közepébe, azt megköszönöm. Szia, Lila, drága. Menjünk, kakáljunk együtt. Na, hát azért van egy határ. Én buklom. Ajajaj, kurva lámpa. Nem tudom most mi, vagy ma semmi nem akar, ma se akar semmi működni. Oké, most akkor a kameraszar, előbb-utóbb csak jó lesz. De miért nem jó? Így. Ott maradsz lámpa, ott maradsz. Fára, pisi. Na mi van, arra gyere van? Nem, csak felvásztam. Én már mozsom a kezemet ebbe a kukába. Hogy? Na, nem van kész, fertőtelint, oké? Na, olyan már kicsit a kezembe. Köszönöm szépen. Nincs mind. Ebben keresnék egy HR-est.
Nincs. Gyorsan. Bonya kuzó. Jöttek felvételizni. Én vagyok egyedül HR-es. Ja, faszai, nem jöttök föl? Uh-huh. Jó, megyek akkor át. Jön tőle a Giro. Jövök, persze. Ővételiztek róla is. Jó, rendben. Elmegy nőtküldté volna. Legalább egy hölgy lenne. Na mindig. Ne, nem kezdél jönni. Ha valami dolgod van, hogy pihensz, akkor pihenj. Hölgyek nem jelvezik nagyon a rendőr munkát, nem jelvezik. Ja, a probléma, kéne őrősíteni a női jelölétöt. Na akkor menjünk Dodge-el most. Mit menjünk Dodge-el. Szóval se jutok. Csak nem az enyémmel. Ez nincsen átmatricázva. Van Gio. Hatitázó. Néző csomagtartója rendben van-e. Kell így cicomázni, na. Rendben. Fogjuk rá. Na, fantasztikus. Jó. Egy defektet elviselünk. Na, milyen online óra volt, Lilla Csem? Meg aztán még egyet, na. Bazd meg, lámpa! Bazd meg! Ma miért nem akarsz? Kurva meleg van szerintem mindennek. Nem bírják ezt a 36 fokot. Azt a rossz. Óvatosan. Én szörötök édi Tanjiro. Nem, az csak a kollégák úgy elszágoldottak mellett, mint a rohadtél. Jó, ő nézést, épp itt nézegettem a kesztyűtartónak a világítás rendszerét, milyen szép. Itt találtam egy kulcsot, átadom magának. Jó, rendben. Ő összes autó hozva a kulcsot, mert olyan, mint én ő, komolyan mondom, Tanjiro. Na hát tényleg akkor legjobb barátok lettük így a 3 perc át. Éj van, akkor hosszú 3 perc volt, eljük hozzá, 5 szó ismétlődött. Ő volt, mint egy időörvény. Műszaki grafikus tanfolyam most indult. Belemerültünk a utolsó... Ah, az kurva jó. Ez jó cucc. Bocsánat, itt beszakadtam a font közben. Hol van Tanjiro? Ezek ilyen szörp játékok. Tud ma olyan kömé... milyen banditát játszani? Hogy? Ah, jó. Nem tudom, én mutogatok, de olyan mutogatok. Volt benne tapasztalatom. Még? Még régen. Az már a múlt, az a régi énem. Ne jó, ezt szerintem így zárjuk le. Nem akarom tudni. Én akkor most jó röndörlögyöm. Hogyne? Az vagyok, uram. Vagy legalábbis... Ez az ura körülöttem. Régen volt. Nem Tanjiro. Nem Tanjiro, nem ide jövünk. Nem a cellákhoz hozzá. Tanjiro tudja már, hogy jó van. Rogers, Mateo 10-8. Jó napot. Erőgészség. Jön őt egészséget, jó szolgálatot. Csak tippeltem, hogy a felvételizőket nem a bőrébe hozzuk. Valaki el tudna jönni, értem, az ötös bank alatti parkolóhoz. Ötös bank alatt van egy parkoló. Méterüterem 54. Jön őtögészségöt. Szép napot. Jön fővételizni, tegye fő a közét. Én ketten igazából. Jó, hát újra átment a vizsgál, úgyhogy akkor felfoglalkozunk először. Nagyon szépen kérem, hogy újra jöjjön velünk. Faszom, hogy kurvá nem akartam a felvételiztet. Na mindegy. Jó, őső kérdés. Úrnál van-e személyigazolvány, jogosítvány? Persze. Kérem, mutassa a fű. Nem szenvedek, szeretem csinálni, csak én IR-rel is csinálom, aztán kicsit. Akkor mondja a nevét, kérem. Wolf András. Született. 1992. december 15-e. Nagyon professzionális. Milyen magas András. Jó magas, ahogy nézem. Fölnézek magára. 190 centi. Szép magasra nőtt. Jó van. Foglaljon, kérem, hölgyöt. Tanjiro maga is.
Bemutatkozom, Sóbi József dandártábornok vagyok, a HR osztály vezetője, kollégám Takada Tanjiro. Jól mondtam? Pontosan. Ahhoz egy beközöm elnézést elbizonyított a piatra, a tőzsőmester. Ő még nem HR-es, nem tud róla, de lehet, hogy az lesz. Viszont szükség van egy ilyen szakszerű röndőre a tesztek alatt. Szolgáltál már rendvédelemnél, uram? Még nem. Még nem. Jó, hát akkor foglalom helyet, és kérem mutatkozzon be. Mesélj egy kicsit magáról, mit csinált eddig élete során, mi akar rendőr lenni, ilyesmik. Hát eddig életem során itt a városban legelsőnek csodaszeszes voltam. Az rég volt. Azóta meg el voltam utazva 9 hónapig, most egy ilyen 3-4 hete újra visszajöttem a városba. Azóta bányászok igazából. És hát olyan két héttel, egy héttel ezelőtt történt az, hogy engemet mit túszként bevittek egy bankba, és akkor jöttem rá, hogy a rendvédelem milyen fontos. És ezen felbuzdulva igazából elvégeztem a pszichológiai teszteket, és jöttem jelentkezni a rendőrségre. Akkor itt van jönni az igazoló papír is, ugye? Persze. Mutassa meg, kérem. Mind a három. Három? Hát én hármat kaptam. Be, nem tudom. Na várjál, mutat valamit. Itt van az egyik. Jelenleg dokumentum a Csodapesti Böntőközpont Orvos Szakértő Bizottság Orvosi Szakértő... Mi van? Szakértő Bizottság Orvosi Szakértője által kiállított igazodás hivatalos állományba való felvételéhez kapcsolódóan. A szakvéleményben szöröplő korismán... Jó, én nem tudok az orvosok korismán, a beteg dokumentum kiállításának időpontjában tapasztalt általános fizikai vizsgálaton megfelelt. Nem fizikai. Beleszületett röndölönösségről nincs tudomása, egyéb röndölönösséget nem tapasztaltunk a vizsgálat során. A dokumentum esetleges felülvizsgálata nagyon sérüléseknél, én műtéről, blablabla, jó van. Oké. A pszichológia is itt van? Igen. Jó van. Ne ahogy mondják, hogy maga kiváló túsznak, meg növedékfogónak, meg én. Tehát rendőri pályára javasolja a óvos. Ugyan a szarszövek, szakvényben szöröplő kor is... Melyik kor is, jó, a beteg dokumentum kiállítása, jó. Affektív zavar, nem tapasztalható. Ötési mechanizmusára közepes altruizmus jellemző. Tudja, mit jelent az, hogy altruizmus, András? Nem igazán. Mert mondjuk azt hittek, hogy altruizmus, mert nem így írják, na mindegy, jó van. Nem, mindegy, megfelelt szerintem. Jó. Tehát azért szeretne rendőr lenni, mert megtapasztalta a rendőri munkának a pozitív oldalát, hogy az életét megböntötték a bankrablás során? Igen. Jó van. Na, egy kis türelmet, föl kell vennem pár adatot, addig előveszem a tabletemet. Rendben. Addig visszaülök. Ne akartam kérni. Én meg fölállok. Altruizmus. Aha. Utána olvastam itt már a szakszónak. Igen, de a óvos szerint a turizmus, úgyhogy... Látszák, jó turista vagyok, jó megfigyelő. Jó alturista, figyelj oda. Valaki altábornagy, jó alturista. Ez az alturizmus, ez nagyon megmaradt a fejben. Az altruizmus az az, amikor te önzetlenül másoknak... segíteni akarsz, önfeláldozásra hajlandó, tehát spektrumon mozog. Tehát, hogyha önzetlenül tudsz cselekedni, és a jó szándék vezére igazából talán így lehetne körülérni. De nem úgy jó szándék, hogy segíteni akarsz, hanem úgy őszintén jön belőle, hogy segíteni akarsz. Keresem ezt a kikúrt felvételi táblát, amit át kellett volna már rég írnom, de lusta dög vagyok. Hát, a jelentkezés papírjában olyat írt, hogy családját ért traumák, ezek mit akarnak? Megismételni kérem. A családját ért trauma. Mit takar, hogyha nem túl felzaklató a kérdés? Hát nagyon nem szeretek róla beszélni, de három testvérem már meghalt. Ó. És hányan voltak testvérek? Hát... De így jó nagy a család az a helyzet. De jó van. Jó volt. Akkor van még egy lőrokona, ugye? Igen. Jó van.
Folytass a dungeon, a jókat kérdez. És ők itt a városban vesztették életüket? Figyeljen, kettő nem a városban. Hát az egyikről meg igazából elbúcsúzott tőlem, és azóta semmi hírét nem hallottam. Csak azért kérdezem, hogyha itt városban történt ilyen, akkor felmerülhet az, hogy bosszú vágy, és akkor ezt inkább kerüljük el, de akkor... Ó, Tanjiro! Van benne tehetség. Tüntette minden kételjemet tulajdonképpen. Takada Tanjiro! Olyan kérdésem lenne, hogy mit jelent önnek a fegyver? Fegyver? Mi a fasz? Hát én leginkább a fegyvere alázattal tekintek. Nem fő csöki. Na jó kérdés, Tanjiro. Csöki tovább. Ügyes a srác, baszki. Na? Na? Ki tudja fejteni? Hát így nem igazán. Mit ért alázat alatt akkor? Azt mondta, a fegyvere alázattal tükint. Ez hogy érti? Kicsit hozza közelebb hozzánk, hogy mi is megértsük, mire gondol. Hát... alázat alatt olyat értek, hogy semmilyen esetben, hát jó, nem semmilyen, de szinte nem is használnám. Hát pedig a rendőrmunka során sokszor kell majd. Mármint élesülő fegyverre gondol? Igen. Sajnos igen, ugye... Sajnos igen. Használni kő, tehát ugye ő is gondolját, hogy ez a szakma nem csak azzal jár, hogy a szép autók a városba furikázunk, ránk is lőnek, megbüntetjük a rossz fiúkat. Ránk is lőnek, és nekünk is kőmásra lőni, hogy életünket, illetve a társunk életét megmentsük. Ezek gondolom tisztában van. Ezt tudja közölni? Hát, gondolom. Együtt tud vele élni? Hát figyeljen, hogyha rám lőnek, nem hiszem, hogy el fogok futni. Igazából ezzel a kérdésemmel arra akartam kitérni, hogy a fegyverre ne úgy tekintsen, mint egy mindennapi eszköz, amit akkor használ, amikor akarna. És hogy ne érezze azt, amikor a fegyver van a kezében, hogy hatalma van. Mert az negatív. Tanjiro, a kérdés jó, de nem kell semmit szájba rágni, de egyébként igaza van. Ja, jó. Gondol, de szerintem ez, hogy alázatta tökintre, ez pont ezt támaszottan rá, úgyhogy pozitív. Jó, egy e-mail címet kérnék. Ugye nekem a ibarbrokukasdiscord.gg, ő némi. Nekem e-mail címem az a bakara hashtag. Szerintem, hogyha mutatom tovább. Igen. 0-0-1-0-0-1-0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 
0010. Visszaolvasom. Bakara. B-A-K-A-R. Hashtag 001. Bacara. Pihat. Igen. Jó, itt valahogy telefonszámot is fel akartam rögzíteni. Összesítő. Mi a kék lámpa szerepe? Ja, telefonszámot még mondanám, hogy kérhetem. Kérdez a Taurust. Persze. 122, 85. Jó, rögzítettem az előzőtös adatokat, akkor megkezdjük a tesztet. A szituációs gyakorlata fogunk közdeni. Takad a Tanjiro dőzsőmester úr fog játszani egy autóban ülő ömbört, maga a röndőrt fog játszani. Nagyon fontos, itt nem az a legfontosabb, hogy tudja, hogy kell igazoltatást szabályszerűen mőt csinálni, hanem, is megtanulja. Hanem reagálni a kő a helyzetre. Tanjiro, jöjjön velem egy kicsit. Igen. Ki az a rendőr ott benn? Ott áll egy rendőr. Ő az őrmester, ő. Na jó van. Ő volt még velem. Ah, bezártam. Na jó van. Bocsánat, csak nem akart az Alexis velem dolgozni, azért kiraktak itt a 0-0-áson. Nem akart veled dolgozni, Alexis? Hát én mondtam, hogy valaki mellé be kéne ülni, mert ő... Na jó van, most fölvétőztetünk.
Tanjiro, rakd le a telefon már előre! Szia, Alexi! Szia, miért nem vitted el az őrmestert? Miért diszkriminálod itt szegény Mateo? Ez negatív diszkrimináció. Azt mondta, nem akartál vele dolgozni. Hát gondolom én, ez nem azért mondom, hogy... Ne kiabáljon, kolléga, mert mindjárt übe jövök. Nem érsz rá? Jó van, hát majd vedd föl. Tanjiro, telefont lörök. Ok. Még egyszer fölhív egy ezredes vagy ezredes, már nem is tudom mi a rangja, és a bossza, akkor én fogom magát lebaszni. Ezt most befejeztük. Egy, kettő, nem kiabálunk, három, felvételiztetünk, nem váratjuk az urat. Jó? Ez a fő feladat. Igen is, bocsánat. Igazoltatás kötekedni nélkül. Jó? Jó, fogok. Meneküljön bármi, itt az a lényeg, azt kell megnézni, hogy reagálj le a helyzetet. Jó? Fenyegessen minden, nyugodtan. Na jöjjenek. Ő mester, amíg itt van, akkor maximum beszél segítségnek, hogyha úgy van, jó? Majd figyelj, én ide is. Na várod akkor. Ez a szavazára. Jó van, akkor Tanjirót kérem igazoltassa. Szép napot, uram. Jelvényszámom 640. Nevem Wolf András. Megkérhetném, hogy leveszi azt a maszkot. Nem. Sőt, miért? Hát igazoltatnám az urat. Jó, szép. Mindenki látja, tehát ugye aki fönt van DC-n, tehát ez... Értem, amit mondasz, de... Jaj, mutatta nekem egy jelvényt. Szerveren is minden ott van. Addig nem csinálok semmit, ami nem mutat nekem egy jelvényt. Honnan tudja, hogy maga nem kaú rendőr? Itt van a jelvényszámom, meg is mutatom az úrnak. Jó, rendben. ODV Marci. Köszi. Egy jósítványt szeretnék kérni. Uh-huh. És milyen okból? Igazoltatás. Mert mit csinálta? Rutin ellenőrzés, nem csinált semmit. Ha akkor? Még ha igazoltat, nem csináltam semmit. Menjek is tovább, akkor visz le. Elhajtok. Gondolom most erősítést kérek, és beülök az autómba. Mondja, mi gondol, csinálja, mindenki kéne erősítést. Mi történik? Mondja el, mi történik? Mondja, gyorsan. Itt Wolf András, egy menekülő járművet vettem üldözés alá, igazoltatás alól menekült. Jó, meg ő a másik ötség, bőváll elé, vagy maga beszorul egy zsákutcába, nem tud kijönni. Kiszáll az úr a kocsiból, nem tud sem erre menekülni, ön a képjelművel elállta az utat, mit csinál? Innen folytatjuk. Előveszem a sokkolómat, és felszólítom, hogy adjon. Ne, játssza el, ne elmondja. Játssza el. Na, zsarukám, most ez izé, kurva jó, hogy beszorítottál ide. Szerintem, és hova menjek, ha? Szálljunk ki a járműből most azonnal. De mivel a Discordon fönt van, ezért mindenhol látod, ahogy jelkezett az e-mail címét, mert ez ugye a Discord neve. És mindannyian fönt vagyunk a Discordon, akik játszunk, meg nagyobb, aki néz. De értem, amit mondasz, egyébként jogos. Odanálk az úr mögé, meg bilincselem. Ne jöjjön már mögé! Nem bilincselem. Őrizet alá veszem. Most be fogjuk szállítani a kapitányságra. Jaj, persze, oké. Jogaival tisztában van. Gyakorlat vége. Gyakorlat itt le. Jó van. Főjegyzeteltem. Na, következő gyakorlat. Figyelj, ha jó, András, ő mondom egyszer. Tanjiroval járőröznek. Kolléga úr is benne lesz a gyakorlat. Éppen mennek az úton, mög állnak egy piros lámpán, amikor azt látja, hogy kolléga nincs bekötve, kicsapódik a jobb oldali ajtó, és őt kirántják az anyósülésről. Maga kiszáll, és azt látja, hogy bohóc áll Takada Tanjiro őrmester az ő járőrtársa mögött, pisztolyt tart a fejéhez, össze-vissza beszél. Láthatóan meg van kattanva, teljesen őrült. Olyanokat mondja, lelövöm, hogyha nem mennek el innen az ufókok, meg mit tudom én. Jó? Maga egyelő vagy a kocsiba, hol a kolléga? Kolléga, álljon akkor Tanjiro mögé, maga a bohóc, aki fönyögötőzik, itt az autó, maga kiugrott a kocsiból, ajó, ordít a bohóc, fenyegetőzik az élete, teljesen beszámíthatatlan. Gyakorlat indul. Lelövöm! Erősítés kérek a Vinewoodba. Tüntess el a bogarakat a szememből, lelövöm! Ha menjenek ide! Nyugodjon le! Nem nyugszom! Kiszállok az autóba.
Uram, ne akkor is lelevem, ha nem érdekel ide a bogara sufók a szemembe! Eltüntetjük, uram. Nyugodjon le, tegye le azt a fegyvert. De nem nyugszom meg, hát nem érti, itt vannak a bogaras ufók a szememben. El nem akarom tüntetni innen. A rovarírtókat, nyugodjon meg, uram. Mi az, hogy rovarírtókat? Hát tetszik el az ufókat. Azon vagyok, már intézzük a katonaságot, csak tegye le azt a fegyvert. De, akkor biztos, hogy eltünteti? Természetesen. Ha nem tünteti el, akkor lelövöm. Ahogy magát is, mindenkit! Természetesen eltüntetjük mindet. Bogarakat, ufókat, csak tegye le azt a fegyvert. Jó van. Nyugalom. Sokkoló. Fáj. Érdekes gyakorlat, hogy jó? Mi a türelmet? Tületes gyakorlatok. Wolfandrás. Igen, összeszedett volt. Nem hagytak egy valamit. Nézd mi. Hogy olyan kérdés lenne az úrhoz. Tudja, hogy mi az a lőfegyver? Ne, ezt hagyjuk. Hagyjuk? Persze, de fasz se. Jó. Ja, nem az, csak kíváncsi voltam, hogyha nem, akkor elmondom. Azért kérdeztem. Elolvas egy megszűrődött, meg tudja. Azért, hogy használni tudja. Lőfegyver fogalmatlan, mert ha vizsgáztatni fog, akkor addigra megtanulja. Ilyet hát az akadémia során ezt majd megtanulja. Magam el fog ülni és járőrözni, ezt tanítja. Na, András, mennyire szereti a logikai tösztököt? Hát nem igazán, de nézek elébe. Ó, van. Figyeljen nagyon. Egyszer mondom ő. 5 nővér van a szobában. Enni könyvet olvas. Margaret főz. Kate sakkozik. Mary vasal. Mit csinál az 5. nővér? Sakkozik. Mi? Mert egyedül nem lehet sakkozni. Biztos benne? Maga mi soha nem játszott maga jelen sakkot? Nem igazán. Akkor megfogatja a táblát? Egyszerű feketére, egyszer följére, és próbálja magát mögvörni? Nem igazán sakkoztam még. Jó, következő. Kovács úr vasárnap délután megölte valaki. A nyomozónak a ház összes lakója elmondja, mit csinált a gyilkosság idején. A feleség zuhanyozott, a szakács röggölit készített, a kertész paradicsomot ültötött, a fia a kertésznek sögített, a szalobalány éppen mosott. Ki volt a töttös? Elnézést, mit csinált az első? Mindjárt mondom. Igen. A feleség zuhanyozott, a szakács, elmondom az elejéről, figyeljen. Kovács urat vasárnap délután megölte valaki. A nyomozó megkérdezi, ki a házban tartózkodok, mit csinált, akinek mi az alibije. Oké? A feleség zuhanyozott. A szakács röggülit készített, a kertész paradicsomot ültötött, a fia a kertésznek sögített, a szobalánya éppen mosott, ki volt a töttös? Fogalmam nincs. Jó, menjünk tovább. Vagy elnézést, talán a kertész? Jó, menjünk tovább. Egy férfi a fekete színű autójával ment haza. A lámpái nem égtek. Holfény sem világított, de amikor egy fölkötő macska megállt az út közepén, tudta, hogy meg kell lefékezni az autót, de honnan? Közvilágítás? Lámpa nem égett. Hát az autónak nem égett a lámpája, nem? Mm-hmm. Hát akkor ott volt a közvilágítás. A lámpái nem égtek, a holfény sem világított, de amikor egy fekete macska megállt az út közepén, tudta, hogy meg kell állnia, de honnan? Nem volt közvilágítás. Városon kívül volt.
bele kell érni, ez jó egyébként. Na ez eredeti hívott. Macskának világított a két szeme. Jó, menjünk tovább. Egy Budapesten élő férfit el akartak tömötni Szögödön, de a törvény kimondta, hogy ilyet nem lehet csinálni. Miért? Mit akartak csinálni, elnézést nem értettem. Egy Budapesten élő ömbört el akartak tömötni Szögödön, de a törvény kimondja, hogy ez tilos. Miért? Mert... hát nem jó helyen volt. Tanjio! Itt ugrál! Elnézést! Jó, menjünk tovább. A futóverseny utolsó. A futóversenyen 117-en indulnak. A 27. körben maga lőlőzi a 3. helyen futót, és lehagyja. Hányadik helyen áll maga? Leelőzöm a harmadikat. Igen. Hát harmadik helyen. Tökéletes. Jó. Szörnyűségteszt, az ebből szerintem ezeket nem kell, mert ez megvan. Ó, én fővételre fogom magát javasolni. Nem tudom, hogy van-e megfelelő rangú ember itt a szolgálatba, mert én nem tudom fölvenni, egy piattűrőmöt. Sullivan talán. Sobri József körös, magasrangú tisztet, aki föl tud venni állományba ömbört. Pár percet kérek. Jó, pár perc múlva magasrangú tiszt lesz, és föl tudsz venni ömbört állományba? Igen. Tökéletes. Jó, akkor Wolf András majd föl kell venni. Elküldöm e-mailbe addig, amíg megvannak adatok, jó? Ja, de jó vagyok. De szerintem Dávid altábornagy fog majd érkőzni, ő fogja intézni a papírokat, jön velem, kérem. András? Igen? Kövessek, jöjjön, kérem. Ja, mindörönbe. Foglaljon helyet, kérem, majd jön a altábornagy úr és intézi a papírokat. Gondolom az előtérbe. De itt is eljött nyugodtan. Őrőtökéséget. Önnek is, uram. Személyi jogosítvány van-e önni? Mindkettő. Melyiket szeretné? Kísérjétek fölött irodámba, létszik. Személyi... Felkísérem. Jó. Pszichológiai alkalmasági papírja itt van-e? Így van. Itt van nála a kiskók kézbe. Először mutassa fel a jogosítványát, utána pszichológiai alkalmasságit. Rendben. Van csinál egyszer a személyim. Megkeresem szépen. Viszem akkor ennek az őröstőt. Jó, jó. Olvas a fő, kérem, mondja a nevét, kérem. Frodo Brown. Született? 94. Nem. Várjunk, a fő 28. 95. Így van, 95. Bocsánat, a matekban a legnagyobb erősségem. Hónap, nap. Július 1-e. Július 1-e. Ah, jó, jó. A 220 centival álltam a kúva égi mesző, de ilyen magasra nem számítottam. Na jó, jöjjön velem, kérem. Rendben. Ez tök jó. És a rakomat akkor. Itt az irodák előterébe felkísértem az urat. Köszönöm. Pszichológiai papírom is, megtaláltam közben azt is. Másodperc türelmet, kicsit rögzítem a adatokat és utána, jó? Rendben. Megkeres a brióskát. Fővítéztetek, uram. Rádió vagyok, még mondja. Semmi. Elkülsz akkor.
Csobri rádióról lecsatlakozik. Jó, bravo Frodo, öppi a türelmet. Rendben, csak nyugodtan. Én ráírek. Akkor Opti tanácsára ez teljesen jogos volt, lenémítjük az audiót egy kicsit. Ó, érthetően fogok kérni szépen egy e-mail címet, az enyém ibalpro@discord.gg, a öné, a micsoda. Discord e-mail címét, vagy e-mail címét kérem szépen, vagy küldje ön nekem, mert nem fog most körösgötni, mert elég sok mindent csak egyszerre, miközben fölvétéztetek. Diktálja. Ez meg marad. Kérnék szépen egy telefonszámot. De jó telefonszáma van. Bocsi, srácos, hogy rengeteg a pinpoint, igen. Szia, Viking IT, hello, 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 hello. Na már, és jövök rendőr lenni. Ne, sírok, de van, nem jó lesz. Mi van? Ja, hát hogy logikai tesztekben rossz, logikai tesztek nem mindig azt nézik, hogy hogy kell megoldani. Jó van. Alján a tisztelt kölyeskésem, mutatkozzon be, és mondja, hogy mész őt a rendvédelemnél szolgálni. Kicsit elgondolkozok papírmunkában. Rendben. Esetleg a pszichológia egy közben átnyújtsam. Ja igen, igazom az, én is őfelejtettem. Ebben, mert ebben már fő agyam. Parancsoljon. Nos, hát... Kitöltötte ki ezt a pszichológiai alkalmasságot. A CSOS-nél csinált, amivel nem tartozkodott CMK-s a városba. Érdekös. Jó, mindegy. Aláír papi, én elfogadom. Jó, ott tartottunk. Hát mondta, hogy tartozod be pár szóval. Így van. Hát, Frodo Brown vagyok. Bocsánat, mindig így mutatkozom be. Megszokás, floridai származású vagyok. Nagyapám volt magyar, ő tanított meg a nyelvre is. Kb. 2 hete érkeztem a városba vissza, elég hosszú ide után, és úgy határoztam, hogy sajnos Floridában elég csúnya dolgokat kellett látnom, elég nagy városban éltünk, és rá kell tennem arra, hogy igenis nagy szerepe van a rendbiztonságnak, úgyhogy úgy határoztam, hogy ha lehetséges, akkor én is a rendvédelmébe állnék. Uh-huh. Pillanat jönhet, vagy fogja SMS-ök. Semmi gond, csak nyugodtan. A rendőr kell a borászatra, mert a maszkosok ide lőttek, hogy mindezős most ott vannak. Na, akkor végre elkezdek, például menni, én vagyunk állományban. No. Erőtögészséget. Kollégák, az utolsó SMS-re valaki reagál? Ki megy megnézni? Edem 55, 1044. Tökéletes, köszönöm. Ugye nem egyedül van. Hát, ahogy mondja. Ünézést. Éppen valami fennfogás volt. Jó, szóval azért akar rendőr lenni, mert látta, hogy a rendvédelem fontos, hogy egyensúlyodjon a városba, és ne lődjön bűnözés. Jól értett? Így van, így van. Tudja, sajnos Amerikában, én ezzel nem tudok egyetérteni, de elég hamar fegyverengedélyhez lehet jutni, és elég sok ember élt ezzel vissza, úgyhogy én őszintén inkább arra áldoznám az erőmet, hogy az ilyen embereket lehetőleg legjobban pont méltó büntetésre juttassam. Lehetőleg... Ön szerint, ön elítéli azt az önbört, aki a földre köpi rágógumit? Hát,
őszintén megmondva, szerintem a... Hát, hogy is mondjam, én nagyon környezetbarát vagyok, és nem igazán egészséges, főleg mert, mint talán maga is hallotta, a madarakat az akár meg is ölheti, úgyhogy én igenis elítélem. Értem, jó. Na, őső szituációs gyakorlat fog következni, most én leszek, akit igazoltatni kell. Nem azt nézzük, hogy maga ismeri a rendőri szakmát, mert önkül, akár látott akciófilmeket, vagy látta a rendőröket akció közben itt a városban, nem ez a lényeg, hogy maga tudja-e, hogy kell csinálni, igazából a hozzáállás lesz a lényeg. Én leszek, akit igazoltatni kell. Rendben. Gyanúsan megyek a úton, kicsit lehet, hogy gyorsan is, levillog, megállunk, bent ülök a kocsira, tancsi picit, arrébb megy, ha megkérem. Kiindulják közben a borászatra, uram? Nehogy kimenj egyedül, belelőve, amit a kutyát. Ilyen hülyeség. Egyedül terveztem. Ja, akkor persze kimehetnek, jó ott. Rendben. Jöjjön kolléga, akkor igazoltasson. Szép estét kívánok, uram. Szeretném magát igazoltatni rutin ellenőrzést. Nem, maga kicsoda. Frodo Brown vagyok, a jelvény számom 69-es. Bárki mondhatja, ez olyan érdekel. Menjél innen el, zaklat egy állapógát. Kérem szépen, nézze, lecsattalom. Ó, engem ez nem érdekel, visszaülök a gépjárműbe, visszaváltásra. Uram, kérem, ne üljen vissza a gépjárműbe, mert ez esetben eljárást kell indítanom maga ellen. Indítsa maga és senki, tudja, hogy ki vagyok én? Tudja? Uram, kérem, nem érdekel, vissza. Akkor tudni fogom. Vizet, na, én kinyitom a kocsi ajtaját szépen. Uram, kérem, beülök. A gépjárműbe engedélyt. Jó, beültem a kocsiba, előkeresem, uram, a kulcsot a zsebemből. Amennyiben elindult, kintel leszek eljárást indítani maga ellen. Szerintem ön se szeretne emiatt büntetést. Ja, nem így, nem sikerült, bocsánat. Igen, mi van? Kérem, ne próbáljon elmenekülni, mert ez a nem menekül, mert akkor mi lesz? Na, mondja meg! Mondja kérem meg! Szépen, akkor eljárást kell indítanom maga ellen, ami azt és jelenti, hogy legrosszabb eset... Ki vagy te? Frodo Brown vagyok, mint ez a 69-es jelvény számára. Mi mond rendő vagy? Utolsó vazopolisz! Azt hiszed, hogy te megmondod nekem, hogy mit csinálja? Uram, kérem, adja meg a tiszteletet, ahogy én is megadom magának. Ilyen tisztet jeljen be, adjon engem békén, viszontlátás, ó, elmegy egy gyalog. Uram, kérem, álljon. Most megszívott. Uram, amennyiben nem áll meg, kénytelen leszek kényszerítő eszközt használni. Uram, álljon meg, kérem. Azért, hogy jöttél ki? Uram, nekem sokkoló, azt folyamodnom, kérem. Na, lecsattanom a sokkolót az oldalról, oldalt. Én meg fog jókulni. Mi? Olyan valóban jött be ide. De szar ez a zár. Ó. Másik gyakorlatilag nem tudjuk mit csinálni, mert az kéne egy másik társ, úgyhogy ezt csak szóba fogjuk jól játszani. Rendben. Szituáció a következő. Maga és a kollégája járőröznek. Maga vözött, megállnak egy pirosra, akkor kicsapódik a jobb oldali ajtó, és azt látja, hogy egy bohóc, aki alsó nadrában van, egy fegyvert szorít a kollégája feléhez, és kirántja az első ülésről. Annyit lát, hogy ott áll a bohóc, fegyvert ad a kollégája fejéhez, és artikulálatlan ordít, ufókról, szellemenekről, démonokról, hogy ki fogja nyírni ezt az embert, megszállta az ődög. Mindenek előtt megpróbálom lecsillapítani az elkövetőt, és eközben rádión erősítést kérek. Jelentem a helyzetemet, illetve a fegyveres támadót, hogy megölöm a társadat, megölöm a társadat, szétlócsantom a főjét. Kérem, nyugodjon meg, kérem, nyugodjon meg. Nem, megnyugodjak. Nézze meg, itt vannak ezek az ufók mindenhol, nem látja? Ezt is megszállták a démonok, nem fogom lőni, megmentem uram, a világot. Kérem, nyugodjon meg. Meg kell mentem a világot ettől az embertől. Nem teszem, le, nem teszem le, nem mondja fegyvert, nekem, hogy öntögyem a fegyvert. Értesítem a megfelelő szakembert, nem lesz semmi probléma. Kérem, nyugodja le, tegye le a fegyvert, ilyen eseteket bízza ránk. Jóva, meg a jelenek vége. Kérem, tegye le. Kérem, tegye le, és bízza a szakemberekre az ilyesmit.
Jó van, ez az embernek vége, meg fog halni. Menjen el innen, menjen el innen, menjen el innen, vagy lelövöm. Kérem, 3-ig számolok, 3, 2, 1, meghalt a társa. Oszlossan szét, aj veleje itt a kocsi oldalán. Jó van. Na, menjünk tovább a következő feladatra. Rendben. Jó. Jó, akkor IQ teszt. Jó, ez a gyakorlat. Itt van az, hogy hirtelen nagyon csendesett. Mi a fasz? Hal engem? Jó, mint, piat üvemet. Ah, semmi gondoltam. Bocsánat, elgondolkodtam, de itt a tabletemben is egy kicsit néződök. Jó van, IQ teszteket mennyire szörötti? Intelligencia kitalálós kérdésük. Rendben. Jó, most valami nem volt. Most nehezet kap, nem tudom. Nem agresszív egyébként. Ó, mondom az elsőt. Nagyon figyelje, nem lesz könnyű. Van a pincében 3 villanykapcsoló, amelyek közül az egyik felkapcsolja a padláson lévő villanykörtét. Bárhogy kapcsolgathatsz, de csupán egy alkalmad van arra, hogy megbizonyosodj, hogy jót kapcsoltál le, vagy csak egyszer mehetsz fel a padláson, megnézni, hogy a lámpa világít-e. Ne törpen furfangon, például, hogy valakit felküldesz a padlásra, hogy csekkolja a helyetted, csak te mehetsz fel megnézni, és csak te kapcsolgathatsz. Szerinted melyik a jó villanykapcsoló? Miért nem kapcsolhatom fel mind a 3-at egyszerre, hogy biztosra menjek? Lecsapja a biztosítékot. Értem. Tehát 3 villanykapcsoló van, és az egyik kapcsolja fel a villanykörtét a padláson. Éve. És azt onnan tudhatom, hogy a másik kapcsolók nem kapcsolnak-e fel valamit a szobában? Nem tud semmit. Csak a padláson lévő ilyen kapcsolót körössük. Dehogy nem, mert tudja, hogyha az egyiket megnyomja, az a lentit főkapcsolja. Hát akkor elég egyszerű, mert felkapcsolom mindegyiket, és megnézem, hogy melyik kapcsolta fel az itt lévőt, és hát azokat a lámpákat, amikre rálátok. És valószínűleg, hogyha felkapcsolom az egyiket, és nem történik semmi, akkor az kapcsolta fel a padláson lévőt. Jó. Na, menjünk tovább a következőre. Elkönnyű lesz. Mi az, amit csak ő kapni lehet, ő dobni nem? Valamilyen betegséget? Mondjuk, hogy mostan átára gondoltam, de igen, a betegség az elfogadható. Jó van. Egy kosárban 5 alma van. Az almákat úgy kell elosztani 5 ember között, hogy mindenki kapjon egy almát, és a kosárban is maradjon 1. Hogyan csinálja? 5 alma van a kosárban, és egynek igen. Maradnia kell? Az almákat úgy kell elosztani 5 ember között, hogy mindenki kapjon egy almát, és a kosárban is maradjon egy alma. Hogyan csinálja? Az nem lett kihangsúlyozva, hogy egy teljes almát kell kapnia, csak annyit, hogy egy almát. 5 tehát... ember van, mindenki kap egy teljes almát. De egynek a kosárban kell maradni. Igen. Hát akkor az 5 ember közül hát egyet végigadok az emberek között. És akkor ugyanúgy maradok a kosárban. Azt nem mondta, hogy meg is kell tartaniuk az almát. Hát azt nem mondta, hogy meg is kell tartsák az almát. Adok mindegyiknek egyet, majd egyet visszaveszek. Jó, parancsok követésével hogyan viszonyul? Nincs vele problémám igazából. Amennyiben észszerű, szerintem követhető. Jó, én most fogok tűnni a javaslatot, jöjjön vissza egy hónapúval. Fölvételizzen újra. Én azt mondom, ez most nem sikerült. Rendben. Jó, kicsit gondolja át, hogy miket kérdeztem, meg hogy mi lehet az, ami nem sikerült, nem fogok segíteni, de szerintem rá fog jönni. Én azt mondom, van magában potenciál, kicsit dolgozom más munkakörbe. Mióta él a városban? Itt született? Nem,
két hete érkeztem. Két hete, igen. Úgy gondolom, hogy kicsit ismeri meg jobban a várost. És akkor jön vissza egy hónap múlva, jó? Rendben, köszönöm. Ugyan már. Van magában potenciál, de egy kicsit még csiszolnia kell magát. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt. Minden elsőre kérem. Nem, várjunk. Jön vissza két hét múlva, jó? Most van negyedike, 18-án jöjjön vissza, jó? Rendben. Megadom a telefonszámot, engem keresse nyugodt szíve, aztán... Rendben. Most akkor nyitok is egy névjegyzéket. 3-9-9-9. Kurva nyedé, úr a szem mindig. Így van. Mondhatja is a számot, ha gondolja. 53-9-8-9. 3-9-8-9. Sobri József dandártábornok. Igen, Opti, ez a megoldás ennek a rendkívül furmányos tesznek. Rendben, el is mentettem. Énben, köszönöm szépen, várom vissza. Én köszönöm vissza a lehetőséget. Visszahallás. Üdvözlöm. Szép napot. Altábor nagy úrral találkozott? Persze, már kötelékbe állok. Na, szuper, jó van. Zsobri József újra rádió, kérek egy jelentést a bohászatról. Egyenlőre a belső elhárítás dolgozik az ügyön. Belső vagy külső? Hát, is. Értem. Az FBI van a helyszínen. Na, oké, így értem. Jó, valaki visszatud értem, hogy a jelzők ilyen 0-0-ás kapitányságra? Érkezünk. Így, köszönöm. Ja, Pécsúszlán behúzták, keményked szinten a jegyekkel. Szálltam ezt az ajtót. Az a baj, hogy... Ja. Megbeszélik, megnéz pár streamet. Kicsit kiokosítja magát szerintem, és jó lesz. Egyébként van benne potenciál, de nagyon nem lenne szabálykövető, és kurva sokat feleselne, mert az nagyon nem szabó semmit, hogy... Gyerekek, szerintem 10 órakor van. Szerintem nincs crash. Szerintem... Na. Mehetünk, uram? Jó, indulhatunk. Csabán, maga... Nem ezzel. Őtögészséget, Csabán. Maga egyedül van? Elvitt van velem a tőzsömester úr, és szétoszlom. Vagy ez a white me walkie? Itt elég edem összenet, az 7 az 1-es, az 1-es, az 1-es, az 1-es, az 1-es, nagyobb felületet tudunk lefedni. Területet, bocsánat. Jamal meg van Lincoln vizsgálja? Most azonnal válaszoljon. Uram, jelenleg van mellettem egy kollega. Igen, ezt kérdeztem az előbb, nem vázol okay. Seki. Jó, akkor mehetünk. Papá! Jaj, elnézést akkor. Pánik gomb. Vételinformációt szeretnénk kérni a pánik gombról. Raktárabb lesűrözök egy kék Porsche-t. De akkor miért pánik gomb? Na mindig. Pánik gomb az miért van? Jaj! Ketten vannak-e meg egyedül? Jaj, értem. Érkezünk. De közben az egyes bankány gyülekeznek a piros gépkárműt. Még nem riasztottam. Jaj. Foglaltak felé haladunk. Meg fogunk halni gyerekek, de nagyon durván. Nulla. De jó, egyes bankot fognak rabolni. De már kellett volna kapnod. Milyen érzett a Giro? Mi fognak szembe jönni? Menjen egyenesen, gyorsan. Tovább mentek jobbra. Az! Aha. Ott lesz! Tolja neki, Tajjiro! Gyere!
Tanjiro, ne, kollégákat kirep ide! Tudom. Forduljunk meg szerintem, forduljunk meg. Dobozoljuk be, ráadjunk neki esélyt. Bedobozolás van? Láttad a hóközültözést, a forgépjár bűrek? Itt el 10 nagyvel ezett az elkövető, az egyik kollégánkkal, de úgy néz ki, az olcsóban megúszta, úgyhogy maradt tovább. Opa, 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 hát, opa, na, én fölkeltem a falra, és semmi baj nincsen. Porsche. Jó, hogy milyen, ezt milyen szépen bevettük ezt a kanyart, Jézusom! Milyen meg oda nézni! Péter, itt van överengedélyezett? Városon belül? Miért? Városon belül biztos nem. Alexis! Jó, hogy adózsuk, hogy geci lassú! Nem, amúgy jó. Amúgy, Alexis, azért barátilag kértem számon. Ezt akartam mondani, ezt viszont ki akartam művelni, csak ott nem akartam a kolléga előtt, mert a kolléga előtt csinált itt azóta probléma. Jó csinált, hogy főhívta. Alexis, nagyon régóta barátok vagyunk, csak ezért. Hoppá. Ó, szép ösés volt. Megpróbálok kiszállni, jó? A sofőr maradt, az anyós ügyes. Na jó, jó, jó. Kezeket felhagyja meg magát. Jó csinálja, meg ne mozduljon. Tontosan áttúzom itt a két kezét. Szólj, hogyha fáj. Nagyon fáj. Mi ez? Anyós ügyesen lévő, akit megpirítsáltam, térdelje le. Péter, itt az M9-95-5 a tahós egység, tudja intézni? Szóval nem próbálok. Jó. Intézni. Jó, tudjuk. Mindig csak túlélé? Hát, talán. Igen. Ez is megvan. Milyen a bevetési uhajtad? Hát, gyorsan beöltöztem. A maszkot vedd, én annyira frusztrálsz, hogy rendőrök maszkba mászkálnak, hogy... Úristen. Így jó. Na jó van. Hülyetem a lista. Azért mászkálják a rendőrök ma. Milyen fasz? Milyen sokkoló van nálam. Hú, de hogy nem sokkoló. Este napszövegben. De nekem meg lett 40 a semmiből, 20 perc. Szirénát lezárom, vagy ne? Jó. Nyugodtan. Beültetem itt a GTR. Úgy. Persze megvehettek még most is. Anyósülésen gyanúsítottnál nem találtam semmit. Telefonra nyugol aksit elvettem. Pozitív, másik elkövető. Van még egy ilyen sapka nálad? Nincs. Kicsába. Mit érzitek akkor? Micsoda? Egyik a dojo, másik a tahóba. Mert mi a kettő tahóba? Miért? Mind a kettő tahóba? Raktárablás. Raktárablás. Na jó van. Egy kísérlés. Ne ide. Ne ide. De oda, oda mölt. Oda mölt. Dojo-ba biztos nem. Dojo-ba nem férve. Dojo csak két személye. Éve. Együk! Nem, azért én megvárjuk. Persze viccöltem. Mindenben van. Persze. A Axis maguk jó vannak? Pozitív, jól vagyunk, ugye a pitrás, meg hasonlók, ugye a 26 pontos biztonsági már felejtettünk. Nagyon örülök neki. Szükség orvosi ellátás, hogy bármire, vagy tudja volt a tesszogatot? Negatív, semmire. Szerelés után indulunk bank. Ézei, köszönöm szépen. Mindse. Mi az Isten van? GPU 23%, CPU 27%. Nem tudom, miért csinálja ezt. Na, Csáma, mit találtam?
egyetlen uram valami bogyókat, meg még legalább rengeteg ilyen, nem tudom, ez ilyen ezermester készlete, az ilyen sugyi fajtában. Ó, bassza. Na csak megtartóban legalább nincsen semmi, lefoglalom a járművet. Drogszakértő is vagyok, tudta-e, uram? Nem tudtam. Szírről, szagról, állagról megmondom, hogy mi az. És általában 80%-ban jól mondom, hogy mi az. Mi a fasz? Tessze meg vagy őrülve a fájvemen. Halál. Viszont nézzünk az egyes bankot, szerintem mert azt mondta, hogy gyűjnek ott a pirosok. Erre meg 99-84-44 egyes bank, mert nézzük mi a helyzet ott. Mi hol közállva egyébként? Ez a szerencse. Jóska Macsová az egyes bank előtt. Jó, mi történt? Jöttünk. Jó, hogy jöttünk, bankrablás riasztott. Jó, menjünk szép előre. Egy kamacsó, zentornó, BF, meg egy merci. Egy kamacsót, egy zentornót, egy BF-et és egy Mercedes-t láttunk a hőszínen. Nem akartam még kihozni 100 másik autót. Kurva anyát, nem tudok fölvenni, egy rohadt vasat. Ez egy kicsit kevesen vagyok, de ez van. Minden itt akad a főtörzsőrmester keresi akcióparancsnokot. Nincs bizonyítem akcióparancsok, nem érkezett rá senki. De akkor elvállalom, mondja. Vállalnám a tárgyalói szerepet. Nézd egy, pakolj vele. Péter akcióparancsnok úr, az elmúlt 4-5-6 nap eseményei alapján jelezném, hogy folyamatosan visszajöttek, és amíg nem tudtuk lerázni őket, vagy nem tudtak lerázni minket, addig folyamatosan piteltek minket, és visszajöttek 4-5 autóval. Ha mondja, adjak engedélyt, na kalj be erre? Én adom. A Kohl kaliber, akinél nincs, az egyen fő. Nálunk nincsen, uram. Tisztel vagyok vele, nekem nem kell. Jó, rendben. Nem bevallunk, hogy mi majd... Ez az arra úgy érünk utolsónk itt, mert ő nézés. Dehogy nem. Azért, valamit nagy kaliber. Ez egy fixe szer. Mint a hozzon, nekem is Alexis kérek. Illetve akcióparancsnok úr, jelezném még, hogy a 3-4-5 napból mindannyiszor lefegyvereztek minket, és majdnem, hogy túlszó lejtettek az egy darab elkövető ellen, aki elfogásra került volna. Kérem, aki még nem fogadta a bankrablást, csipogón fogadja ő. Aki beható lezzel a területre, figyelmeztető lövés mögött. Miért nem veszed elő a fegy... Ja. Szóljon, ha indulhatok. Mi várjuk, olyan nincs itt szerintem időhegységünk. Jó, rendben. Fog még kiérkőzni egység? Ölött hallani rádió? Igen. Egyszer kérdezem, van még ötség, aki nem érkezett ki, és ki fog érkezni? Csamarék kihallgattuk, igen. Ó, basszus, tél. 14. Akcióparancsnok úr, rakja ki kiírást? Kérném, igen. Csamaréknak. Aztán valami. Mit? Hol a király vagy? Csak állíts majd be a méretet. Meg az én, nem? Jó. Mi? Eljöjjön, vagy jó, hogy fejvadászol, vagy jobb, jövő Walker.
Ennyi. Abba, hogy Jamainak meg kéne azokat, hogy csekkezni, kuvagyosra is kijönnie. Meg van Jamain száma nököd? Meg van valaki a Jamain száma? Nincsen, de hogyha nincsen náluk, csak én mondta, gyorsítatba csinálják, úgyhogy tök mindegy. Jó van. Na jó van. Túsz tárgyaló. Menjen be, húzza az időt. Jó? Jó, rendben. Innen még van időnk. Innen még van negyed óránk. Jó van. Túsz tárgyaló szépen hasonló bőven, és elkezd. Én meg. Jó, a pár piros színen kicsit rózsaszín, nem? Five-em, ez kritikán alul szar valami. Ugbekor, feka. Tárgyaló bőmönt. De kúra jó az a sapka. De a rendere is bazán szerintem most azt állít, miért állítgatja magától el? Kicsi furán érzem most a játékot. Milyen ezt a tővés volt? Azt jön ebbe lezárt területre, de tényleg. Kukás autó hajtva a hátsó részbe. Üzé. Figyelmeztetőt adtam le. Kilőtted a kerekét. Olyan volt, mint a rárántotta volna. Na gyerekek, ennek az akciónak vége, akkor sorsolunk egyet szerintem. Figyelmeztet. A kukás autóra ne adjunk le több figyelmeztetőt. Kotrodjon el, már bocsánat. Jövő, mindenki ide behajt, mint hogyha itt lenne az átjáró. Á, ez itt van zöket. Mondom, addig átjövök ide, még egyedül vagy. Elköszönöm, igen. Én ezzel fogok figyelmezetőt leadni. Ahol voltam. Már bezoltam. Számítottam rá. Az a motoros ott. Lehet tudod ezzel telefonnal? Mindjárt nézem pillanat. Piros ruhás. Van egy piros ruhás megfigyelőként, úgy látjuk. Motorra. Vedd már elő a revolvert. Tehát jó helyzetjelentést kérek. Vétel itt. Túsz tárgyaló, keresem akciópanasztokat. Vételön. Itt a túszejtőkkel arra megállapodásra jutottunk, hogy három túszért cserébe, a bankból kinézve jobb oldalra, ahol a dodge-unk áll, felszedünk mindent, a Dodge-al elállunk onnan az útból, és akkor egy három dudaszóra indulnak majd utána. Jó, hát egy kis húzza az időt, mert még egy egységünk nincs itt. Pozitív, pozitív. Mondja azt, hogy kinti megfontoláson vannak érés. Ó, azonban van a Gemelik, hogy gyorsított teljesen. Hova ősz? Az... Ott van a busz megállam mögött. Halljak le preciózi jósat?
Igazából én lassan ott tartanék, hogy átírnám a kiírás szövegét, hogy nincsen figyelmeztető lövés, hanem tűzparancs van aktívan. Kiíráskezelőt keresem. Nem kell most, legközelebb. Én raktam ki a kiírást, igen. Kérem szépen, rakja ki még egyszer a kiírást, az a módosítása, hogy aktív tűzparancs, aki behatol a lezárásra, ugyanis úgy látom, hogy megfigyelő egységek járőröznek körülöttünk. Köszönöm. Köszönöm. Jó volt ez a lövés. Most legközelebb mehet már kerékre. Kezdem megvonni, hogy itt vannak állandóan. Kicsit átmegyünk hardcore-ba, mit szólsz? Velem? Van sokan vagyunk, megtehetjük. Yeah. Egy lövés újra töltés, nem? Na én mindig. Rázott a videójátékot, meg utolultam. Mindig legyen tőle a tár. Menj az az ego vigyázik csak. Az az egy. A fazomba van a mágya málék. Nincs meg a számuk. Mindjárt megnézem. Kírás megtörtént. Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor elváljunk tovább, jönnek a túszó, fölpakolunk, indulunk, aztán akitunk, elkapunk. Így van, így van. Hova? Túsztárgyaló, induljanak kifele a túszok akkor bal oldalra, én fölszedem a akadályokat, aztán akit tudunk, elkapunk. A kamacsot üldözze a tahó, ugye normálisan. Alexis, melyik autót tudják elkapni? Hol vannak Alexisék? Rámennénk a kínai lambóra. 10-4 az önöké. Mit ölték túloldat? Nem kell azért kitárazni. Beajtott egy gyermek. Mindjárt kimegy balra, mint tiszta tere. Indulhat a 2-20 balra? 10-4. Ó, mondta, nem kell kitárazni, mi ötére? Kiüttem a kerekét. Én is. Indulhat a 2-20 balra? Igen. Tévjöhetnek. Jöhetek itt túl. Jó. Hoppá, zeng. Jaj, de imádom felszedni a barikádot, melyik kell felszedni? Kérem mutatni, hogy felszed. Jaha. Vétel a 2-20 átnézve. Köszönöm. 4-es. Akkor így dohatunk ki. 2-20 átnézve, mint a... 2-20 rohanunk, most még kezdtünk a rabosítással. Gyorsan. Átáll túl oldalra. Most indulunk. Jó. Taoé, akkor a Kamacsú, Alexisé küldözik a Lamborghinit, mi megpróbunk rámenni a Mercedes-re, Kamacsú, mi a BF-400-en esélyünk nincs. Ezeket azok életi érdeklődik, hogy a mi hatahunk, amelyiket kergessük, uram. Kamacsús üldözés, ne, a, igen, a Kamacsús üldözésre szálljanak be. 14-es, uram, 500 méterre vagyunk. 14. Északi oldalról érkezünk. 14. Elindulunk akkor az elkövetőkkel. 20-10-26. 20-10-26 volt, pontosan.
Jó van, be akkor a kesztyű tart. Jó van, akkor vezess. Jó. Ja? Azt ön akar vezetni? Igen. Oké. Okay. Jamal, mit csináltam? Vittel uram, szöges dolgot veszünk ki, fél pillanat, elnézést. Ezzel lőjek, uram? Igen, yeah, amit ott áll. Van önél össze? Nincs. Készen állok, egy, uram. Tízet adjon, az megvan. Ajaj, itt van. Tíz ember. Köszönöm. Jobbra ment. Egyenes. Milyen a bőrci? Egyenes, teljes, igen, igen. Hú, hát ez elhúzza. Bőrci jelenség nem volt állva, hogy ott már itt. Nézze, hova tudunk becsatlakozni. Jó. Persze, ez annyira gyors. Hihetetlen. Nem, már maradj le egy kicsit. Nézzek, hogy hova tudunk becsatlakozni a GPS-re. Ha mondjuk én rosszul veszek be egy kanyart, akkor te tud folytatni. Viszelítedem 55, érdeklődünk, hogy az AMG Mercedes üldözése merre tart. Sem erre, nem bírtuk alapjával a tempót. Oda. Arra tudunk menni. Tudunk esetleg valahol segíteni. Hát a Tahót azt üldözzük a középső autópályán. Kamacsóka. Tahót, Kamacsót. Kamacsó uram. Egy Tahó, egy Tahót üldöz végül is, amely Kamacsót. Igaz. Hú, a busz. Hú, ez nagyon rossz irányba akar minket elvinni. Én a kollégát merre van. Menjünk jobbra, menjünk jobbra. Jó, itt egyenes végig. Csak már fel tudsz zárkozni meg. Alul vagy fő? Menjünk lent, alul. Próbálok elé menni, aztán egy kicsit lassítsuk. Pozitív uram. Easy Rider. Szólj, hogy csak itt. Szólj, hogyha már előzhetem. Mit tudom, most egyébben vagyok, mehet. Jó, balról előzöm. Menjünk itt egy... Az nagyon... Erre? Igen. Itt? Merre? Egyenes. A klórosokat lehet hallani, általában ilyenkor. Szeretek terpizni. Figyelj, kiálljatok. Jó, so. Egyenes, nagyon jó. Aztán itt majd egy balos. És fel az a... jobbra. Majd aztán egy 180 fokos fordulatot az autópályán is mehetünk kifele. Ha visszafele megyünk, a keleti autópályán felhagytunk a hegyekre. Ó, a hegyekbe mennek a életbe. Jó, menjünk le. Mert akkor... Keleti autópálya mellett nyugati oldalán megyünk felfele a hegyen. Mennek. Oj, hát ezen a kamazon a bal oldalán sofőr felől próbált üldözni, mert akkor merre lő ki a anyósra. Jók vagyunk itt, menjünk az autópályán, menjünk a pályán. Hol el kell ülni annak a kamacsónak, nem? Jaj. Az a baj, hogy hegyen vannak és forgolódnak nagyon. Ide jönnek vissza. Pozitív uram. Itt ebbe, jönnek erre? Igen, elvileg. Nem, mennek vissza hegyre. Akkor valanyukat. Te erősítésre vár. Vagy csak azt, hogy elnéztük a kanyar, jelenleg ezek a Tahó rohadtul csúszik. Ötlövés? Negatív. Hoppányak előttünk. Elől mennek. Felhajtunk a benzinkúthoz. Bezinkutón vannak benn. Talán mennek egyenes. Távozunk. Föl, nem? Maradhatunk volna itt is. Ó, bassza meg. Sejjed zsávunkba.
Csak egyenes, csak egyenes. Mit tudom, hogyha gondolja, megpróbáltja még egyszer. Szorosan meg a mögött vagyok. Megyek. Lekanyarodik. Hopp, csak próbált. Edem 229, kicsúsztuk. Követem. Egyiket csak kicsúszott, én mennek. Vonat csinál mennek. De mi maradjunk közön. Nyilván, bebe balzsíra. Hol látta azt? Hát ez mi volt? Jöjjön. Fogalmam sincs. Profi sofő. Beleíratja a Tinder profiljába. Nincs egy Tinderem. 229, hogyha az egység ki tud előzni, akkor először. Előzünk. Arral előzünk. Csak jól megy ez a Dodge. Igen, lassan a gyorsult, egyszer begyorsult, akkor mögy. Jaj. Jaj. Nincs el a kolléga. Jó, Hannibál az offos, állj meg. Állj meg, Hannibál, állj már meg, Istenem. Jaj, be. Tovább ment. Ismerem. Elég rajó ütközött. Ja, kilövöm a kerekét, mindjárt esküszöm. Lent megy, visszafele. Ah, ez az ember. Lassít, jön vissza ide. Felhagytani ismét az autópályára, 10-22, visszafordul. Kanyarodunk, megint belecsapódott a sziklába, meg se érzi. Megy tovább. Álljunk még. Délnek, mit manőver alkalmazva, tovább megy. Megyünk télnek. Jön vissza a tájára szerintem. Fel az autópályára. Hiaj! Nyugtani ezt a fahat! Hogyha ennyire Dodge Jam Party van, akkor véleményem szerint kerékre tűz. Kérőre negatív. Igen, nem lőttek, nem lövünk. Dodge Jam-mal. Piteljük ki. Ez. Próbálom pitelni. Menjünk. Jó, hát. Itt balra. Jelenleg megyünk. Majd itt is még ez a balra. Legkeletibb főúton. Tudod, hogy 180-nál megyünk. Főgáz! Pozitív jelenleg is ebben. Jó, hát Angyira! Nyomjuk! Tényleg. Azért van egy fogalom. Húzzatok előlem! 22 visszahajtunk a főútra. Hamarosan megérkezünk a keleti autópályához. Fú, de elmentek. Ja, nagyon sokat elvezettem, amelyet a kurva betonfal miatt. Itt a szélerőműveknél mennek, de mi maradjunk a főúton. Ne forduljunk be. Keleti autópálya mellett haladunk. Jobb. Nehol vajon nem? Egyet volt a Giro! Keleti autópályán haladunk most. Menjünk északnak. Ismét ugyanarra megyünk. Ubb, ezek összefolyik a szemembe minden. Tehát ez az egy óra alvás éjszaka kicsit kevés út. Akkor túlbótocs előre! Most lejtük el a börtön publikot. Volj, nem jött még erősítésbe, ilyen pirosan mindig százan mozognak. Kétak keletnek, fele az autópályán. Jó, jut a Giro! Mit csinálsz? Hogyne, minden faszal. Többször egymás után ugyanezen a helyen mentünk, és jöttek a fegyverezni minket, figyeljünk át a mögé. Hátunk mögött nincsen semmi, minden tiszta. Jelentjük a... Mikor előtt most alattunk-e? Hátunk mögött minden tiszta, mondjuk a Dodge-os egység. Már fel tudtak zárkózni, megint megpróbálnék megint elé menni. Igyekszünk, uram. A Dodge-os egység balról fogjuk előzni a Taurus-t. Megérkeztünk, uram, megpróbálom előzni. Profi sofő! Azaz. Jelözzön balra. Állj be mögé. Akkor nem. Ez ügyes. Jaj! Csatufékezik! Jó! Mindig tiszta mögöttünk, nincs semmi. Tovább. Lemeg, jó, jaj! Nem tudom, növényzetnek. Ez gatya. Próbálj kiszabadulni. Jó. Elálljuk elő. Az ott marad. Elkaptuk? Nem jön ki. Elkaptuk.
Mi a fasz volt ez? Kicsit álljunk lejjebb, ki tudjunk szállni normális fel szerint. Mint tudnak, oh, kötelepet kezdeni, mivel hogy a bokorak konkrétan a tájában van, nagyon sülése megpróbáljuk kisegíteni. Hogy jó, adtam kulcsot ez az autóhoz? Igen. Óha. Ja, visszarakom a fegyverét. Jaj, yeah, mindjárt visszarakom. Sofőrülésre próbáljuk kiszabadítani. Elkövető kiszállt. Igen. Sofőrülésről, onnan fedezik. Elkövető feltette a kezét. Sobára, mi van? Így. Hol vagy, kuzirénát kapcsoljuk. Jó, jó. Jó. Elkövető bilincselése megtörtént. Kesztyű tartom, a kettő darab marok lőfegyver van. Na kuzin, milyen volt a taktik? Milyen taktik? Mehetünk utána órák hovát. Hát nem az, hogy két tahóval közre zárjuk, aztán én konkrétan letoltam kvázi az útra. Jó taktika volt, más nem tudtuk úgy csinálni. Mi itt manővereztünk mögöttetek. Hát fi, annyit tudtunk csinálni, hogy belassítottam, ennyire tudtam, aztán szépen toltam le az útra. Ez az. Amíg fő nem akadt itt a bár. Hát most más nem tudunk csinálni egy ekkora járműnál. Nem, hát figyelj, mert elég sok mindent túlél ez a szalkomacsó acélból. Aki átnézte a ruházatát, Storm megszúrta az ujját egy injekciós tűvel, ami ismeretlen anyagot tartalmaz, hívjunk ki mentést. Mindenféleképpen a Super AIDS ön a terjedjen az állományba. A Super AIDS kétszer nem terjed. Elnézést, Storm, 10-9-et kérek? Igen. Igen. 11-es, már is jól. Uzen, Piatron, átveszed a dolgokat, mert nagyon el kell gondolkodom egy fél pöcre. Nagyon jó, beülök a hősülésre. Jó. Csácsok, el kell rólnom oda, ahol. Vétel szeretnék kérni valakit, aki folytatja az úriember ruházat átvizsgálását. Csabár itt nézi. Figyeljünk mindenfele is. Jó volt. Más taktikát nem tudunk most bevetni egy kamacsó ellen. Én beelőztem, ezt szépen toltam le jobbra. Hogy csinálta azt, hogy a maszki az jó és látszik a jelvénye, nem takarja. Fixáltam egy kicsit a maszkamat, megigazítottam. Sikerült megigazítani a maszkodat? Nem igazán. Hát fixáld meg a maszkot. Hogy fixáljam meg? Hát, megfixálod. Erről neked egy papírcetre, jó? Tessék? Azaz. Oh. Let's go! Visszatértem. De jó neked. Mi a helyzet? Azt a dino lő mindenit. Semmi extra. Eddig stabil minden, mint a csurint. Nagyon fura ez nekem, hogy nem jönnek segíteni neki. Hát, lehet, hogy nem itt fognak. Igen. Vagy neki csúrik el, meg nem akarnak. Mert ő nem szörötik. Hát pedig ő a főnök. Mert tőle értesít. Micsoda? A főnök. Hát pedig ő a főnök. Hannibal.
Az igen. Ez egyet kell a szirénát? Vétel egy betűs helikopter fogadta el a hívást. Már érkezik. Fasza. Egy... Ugye, mit szólsz a mentős helikopterre? Elvitetjük a 0-0-ra egy rendőr, két rendőr kíséretébe. Te vagyok többanások. Akcióparancsok, amely a mentős helikopter, megkérjük őket, hogy vigyék el az elkövetőt a 0-0-ra két rendőr kíséretébe, mert tartok tőle, hogy való ránk fognak ütni, mert gyanús, hogy nem jöttök segíteni neki. Hát úgyis meg kell vizsgálni az elkövetőt, tehát mekkora ütközött szegény. Így van, 0-0-án megvizsgáljuk. A csillagba, nem? Nem, valóban. Azon keret, hogy ahol van, van az elkövető, akkor kérik meg magam elé egy egységet, és akkor indul. Nem jön ki a mentős? Jön a mentős, akkor viszont átültetem egy másik járműbe, nem? És akkor addig vihetik. Vagy addig a... még, majd amikor megint a mentő, akkor majd kiszedjük. Akkor rögelünk. Addig chill. Chill, oké. Maszkodat ezért vedd le, hogyha rágyújtasz. Jó kis fájapunk. Na srácok, pörögjön, pörögjön. Vegyétek a jegyeket, és nézzem, hogy áll. Kicsinálom a sap, a rohambilimet egy másikra. Érkezik a helikopter a mentősök részéről. Jason Pee. Durva, durva. Én meg felvettem a nyomozói formát. Na. Na, kuzin? Igen? Na, milyen az új rohambilim? No, it's le. Mi? Csó, József Donáta Bornok vagyok, köszönöm szépen, hogy jöttek. Lesz majd egy kérésünk, a vizsgálatot, az lenne a kérésünk, hogy elkövetőt mentőhelikopter 0-0-ra vigyék el két rendőrtárs kíséretébe, és ott történjön meg. Amennyiben megoldható. Ja, hogy ott történjen meg? Na, itt helyszín vizsgált, hogy nincsen nagyon súlyos sérülése, de utána a mélyebb, alaposabb vizsgált az a 0-0-án történjen meg. Jó, de az elkövetőnek, hogy itt a kollégájának? Ő követő. Kolléga is sérült, kollégák? Hát engem azzal hívtak ki, hogy belenyúltak egy tűbe. Igen, én voltam az. Jó, akkor kollégát nézem meg előbb, utána pedig megkérdezem, hogy az elkövetőt ő is ütközött nagyot, azért vizsgáljuk meg a 0-0-án, értik? Rendben van, akkor itt a kollégát először megvizsgálom. Jó, először is mondjuk el, hogy mibe, pedig itt a végére ez, hogy konkrétan beletoltuk a növénybe. Szerintem ez egy kicsit felesleges volt, mindent tisztette. Szóval ő mindig fel volt, amikor be is satúfékezett, uram, még visszafelé az autópálya, még a városba, akkor is próbáltak kerülni, ahogy tudott, akkor csapódott majdnem, hogy a falnak a piros elkövető, és szerintem ez... Ez a szükséges. Piros gépjármű északi oldalon. Hova, köszönjük. Kollégák, figyeljünk, gépjárművek. Északi, hoppá, bocs. És elnéztem délre a fordult. Jó, tehát magában nem nyomta. Grave Seedbe hajtott be az AMG, mert piros lámpával, a piros neonban. Ezt úgy szokták mondani, hogy eléggé szasz. Yeah, very sus. Ez ha az AMG mehetszi, akkor legalább tudjuk, hogy melyik utakról tudnak idejönni. Csak az autópálya. És csak nyugati oldalról. Jöjjenek le innen, ott szembe voltak. Ott. Szembe? Pozitív, mentek oda befele. Hát akkor a mentőhelikopterben beviszi a elkövetőt kivizsgálásra, 0-0-ra, ennyi. Így van. Kérek szépen két tisztet, aki bökösérje a mentőhelikopterrel az elfogott elkövetőt. A
hogy nálam van az ellátás a szoruló kollega, úgyhogy szerintem én elérhetetlen vagyok. Akkor szerintem legyen ő, meg még a másik egységből még valaki. Ja, ő. Nálunk hárman vagyunk ugye alapból. Akkor tőletek egy fő. Akkor ő, mester úr. Ő megy. Random. Ellátás a szoruló meg Storm. Éven. Mert a Storm kapja az ellátást, nem neki kéne most éppen mennie. Ő szúrta meg magát, az is persze injekciós tűve. Jó. Ezenek már lázasodott, plusz zsibbadt az arca. Ő most jelenleg... Jézusom! Nehogy adják, hogy hűt kapja, mert Isten veszettséget. Ja, vagy átmegy valami John Wickbe. Mindig az van, amikor beszúrgálják magukat az elkövetők utána, vagy ilyen istentelen gyorsak. Hát Nagy Hero, akkor kapja. Ő lesz a másik, aki a helikopterre elmegy. A pirát kiszállítom, akkor az elkövetőt ott ül a tahóban még mindig. Jó, ja, mehet a helikopterbe. Sullivan ide tudna jönni kicsit a mentős úrhoz. Pozitív. Napokat. Napot. Szép napot. Dr. John, nem vagyok toxikológusi és jó estőt. Az úr átadta ezt a készítményt, ezt vissza is adom. Melyik a kedvenc száma? 43-es. 43-es, jó. Ezt visszaadom, ezt a készítményt annak. Ebben nyúlt bele a kollégája. Hál' Istennek már annak nem ilyen szert. Mi volt egyébként a kérdés, srácok? Amire szavaztatok? Nyilván hál' Istennek jobb benyúlt, ezért egy minimális adag került a szervezetébe. Jó, ez kimutatható lesz egy hónapig. Vizeletből, tehát csak erre szeretnénk tájékoztatni. Illetőleg a mai nap kérem legyen szíves a fegyverét, illetve minden kényszerítő eszközt elmenni a kollégától is. A mai nap én már úgy ítélem, hogy szolgálatok. Ah, elkap. Tuk. Sőt, a következő, hogy bejutunk-e élve, illetve vagy az elkövetőt bejuttatjuk-e. Nem, mert úgy látom, hogy nincsen bedagadva, nincsen begyulladva, nem gennyezik, nem váladékozik. Pep G72 nőnc közmunkára mondta, ó szegény, ó szegény. Ott rohadt el ez a kurva szar. Nagyon jó. Igazából ennyit tudok, lehet, hogy ezek teljes adag. Nem tudom, hogy vannak itt az adagolások a városban, ki hogy adagolja. Hát, de lehet, hogy ezek szerintem. Lehetséges, de azért mondom, hogy ez lehet, hogy teljesen jó adag. Mondjuk így. Viszont én támogatnám, hogy legalább a fegyverét most vegyük el a kollégától, nehogy behalucináljon rám egy sárkányt, aztán fejbe lőjön. Jó, bebehajtatom. Storm, kinek az autójában volt? Jamal. Jamal, gyere ide, Lici. Parancs uram. Igen? Vedd el Stormtól, Lici, a fegyvereit. Jó, a Storm, sem értem hozzá. Rendben, óvatosan. Óvatosan az övemből leveheti. És tedd be nyugodtan az autót be, jó? Csúrjon az micsikát és elveszem, meg akarom, hogy nem észre, hogy mindenkit. Illetőleg, mint felettes, önnek mondanám, hogy... Letöröm itt az éles részét, jó? Jó, illetve önnek mondanám, hogy a kolléga fogyasszon a megfelelő mennyiségnél több ételt, illetve italt, minél hamarabb kiürüljön a szerzetéből. Infúzióra szerintem teljesen felesleges rákötni, maximum a mai nap még benne marad. De ennyi, ki fog az űrülni. Ja. Indulni, mivel nem szeretnénk, hogy itt rajtunk üssenek. Persze, el tudunk indulni. Fagyarok egy fejvet a mentest. No, az urat pedig akkor bevihetik önök is. Ja, rendben. Intézet, Csama. Köszönjük. Hogy? Gyere pattanj a tahóba, Storm, most nem helyezel meg. Akkor irányja 0-0-ra. Védnét Honcsa, főtősöm, ezt érdeklődnék, hogy a tahó kutya. Jó, a helikopteren mindenki ott van. 0-0-ra találkozunk.
Terep 229, lefoglaltuk a kabacsót, 10-19. De ott jelkod? Mindegy, csak készen indulunk vissza. Helikoptertük ide helyzetjelentést. Most fogunk a régi börtön fölött elhaladni. Mindegy. Mester, jelenleg Storm még jobban illuminált állapotba került, de csatlakoztattam a rádióról, hogy tisztább legyen a rádióforgalom. Nézzék ki, menjen be vele a CSOS-es nézességet még alaposabban. 14-es uram, akkor amint odaérünk, akkor lecsatlakozunk a... 14. Aki akkor infúziót kapjon. Ha tudtok, akkor mehettek most is, előttetek minket. Balra. Vétel, elnézést, ez kicsit már tört, szerintem ez a tau, mert nem megy semennyire. Két át a maximum, uram. Mi vagyunk a harmadik egység. Miért elemente helikopterre leszállok a tulajdonletet, de én? 14. Most várt le a konvojról, Nuralajos kapitányságú indulunk a CMK, CMK felé. Tiszta. Értem, én nem jöttek a piresek a Hannibalia. Ez így mi is ide értünk. Kollégek, a másik oldalon szöges drót maradt lent? A banknál, vagy főszedték indulás alatt? Negatív, nem is helyeztünk, mert nem volt ilyen. Ez így, akkor a bankot kérem tisztának nyilváníthatjuk? Ha igen, akkor mehet a feladó közlemény. Warrior of Honor, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést. Jobb jönést. Ki van plakátozva, hogy tűz itt a folyosóban. Eddig ezek a kiközök. Balra? Nézzük ki. Hova visszük? Olyéga. Gondolom a orvosi ellátóba akarják vinni. Jelzed a súgmában, hogy kihallgatná. Én egyből. Csemem mondta, hogy ismeri az urat, ő a pirosoknál valami nagy kutya, vagy Hannibal, vagy Hannibal, nem tudom, vagy bár. Jaj. Szia, Opti. Várjatok, akkor még ne lépjetek. Hannibal. Gyorsan megcsináljuk a sose a tűelmet kérek. Meg kell, hogy nézem a tabletemet. Jó van. Gyorsan kihirdetjük, hogy ki nyert, uraim és hölgyeim. XD-ben nagyon-nagyon szépen köszönöm. Lemaradtam valamiről? Opti, ho úristen, Opti csírelt egy... Nem, nincs hangjelzés, gyerekek, szörnyű. És nagyon szépen köszönöm az új hotyákokat, követéseket. Na, akkor rányomok, hogy close entries, most már nem lett senki többet, és pick a winner, aki nem más, mint... Hölgyeim és uraim, doppergés, miért nem jelenik meg a chatben? Miért nem jelenik meg? Ja igen, complete.
volna tudod, hogy Fanni az. Igen, Fanni, itt vagy Fanni? Na, Fanni, akkor írjam Discordon, és akkor el fogom küldeni neked a kódot. Bocsánatok, hogy nagyon béna volt még ez az első. Ja, meg kiírta, jó, én nem láttam. Tehát nekem, én nem látom a csetem, mi most se, hogy kiírt ez a szar. Aki megy, jó, ott van, jó van, megvan, bocsánat. Írjam, el fogom küldeni a kódot. Jövő hónapban, minden hónapban lesz egy ilyen sorsolás. Jövő hónapban is 25 eurós. Ez igazából mondjuk úgy, hogy ilyen próba volt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy játszottatok. A streamnek még nincs vége, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Faninak, mert nagyon gratulálok. Jövő hónap egy újabb 25 eurós cucc kikerül. Jaj. Igen, Opti, nájön. Köszi szépen, hogy itt voltál, Opti. Jó pihenés. Tessék, itt van, töröld meg az arcot. Mester, most adtam át a... egyik ápolónak, ellátása megkezdődött a Storm Dözsömester kollégának. Megvárom a váróba. Nézd egy... Jó, a kollégám, mi ez a meghatót segít? Nevettünk. Ja, jó, mondja Tancsi a mentősnek, hogyha baj van, ugye orvosi titoktartás miatt kiküldött minket. Mondja Tancsi a mentősnek, hogyha baj van, akkor kopogjon hármat. Igen. Legyenek valami szívesek elengedni. Na, mondja neki Tancsi, hogy kopogjon hármat. Nem, de nem kell egy bőzébe jönni, gumibot. Ja, úgy. Miért mondja Tancsi? Mondja neki Tancsi, hogy kopogjon hármat a mentős, hogyha baj van, és akkor mondja neki az úr, hogy hát ha eljut odáig. Igen. Még Tancsi jobban nevetett ennél. Gondolom. Ez az ember, de hogy lehet ilyet mondani? Mentős vagy ögött. Miért? Már 6 darab bilincs van nálad. Nem, nem az enyém. Átadom apunak, tessék. Apunak? Érzed is? Megérzem, mi a fasz évegem a puna? Mert tudom semmilyet. Ne haragudjon, nem akarom szexuálisan orientáltságát megkérdőjelezni, vagy bármi, de én nem vagyok érdekelt férfi a királyjában. Nem szeretnék apukája lenni, ő nézést. Ő, jó van. Hát csak vegyél a sapkát. Mi apuka ilyen sapkával, de milyen? Jó, én levezzel, nem újra. Csak ugye le a sapkát. Tancsik, megkérlek szépen, hogy álljál oda elég. Na, mindegy, hogy kiállszom, hogy álljál. Igen? Mit csinálsz, Tancsi? Az, hogy majdnem ugyanolyan álljátok. Nem ilyen van, na jó van. Oké. Tancsi, no! Még a maximum, hogy megyünk fodrászhoz, nem állgatom, kopaszom. Jó, oké. Uraim, munka van. Na, valaki kérdjön. Persze, jöjjön, doktor úr. Ja, erre megyünk, oké. Okay. Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítségét. Ó, hát igazán nincs. Hallom, még itt a kollégájának rosszabbodott az állapot. Igen. Nagyon elkezdett aúciálni, hogy nem tudom mi volt, azt mondta, hogy inkább vigyél be azt, ja, kapja egy beöntést. Hát nem beöntést kap, majd egy gyógyszeres infúzióra rá van kötve. Aztán majd az lecsepeg. De azért kapja egy beöntést, a jó dolog. Tudja, hogy van. Mi az? Milyen mellé, mi a őrülteken van, a hátó gombolós, a készezubbonyi beöntés neki? Hát, azért durvulni nem lehet. Nem durvulás az, szépen kitisztítsa a belső szervezetet. A jó egészséges hát, inkább, dolog inkább egyébként. Inkább a vérre, tüdőre megyünk rá, a beleket teljesen felesleges. Mondta a bérre, mert a tüdőre, de a beleket fölösleges? Hát a beleket, azokat azért felesleges, ugye a beöntés maga. A beleket azért felesleges, mert tűformájában ment be. Ezért a véráramba került egyből. Doktor, viccőtem. Micsoda? Viccőtem. Ja, beöntés, csak úgy mondom mindenre, az a megoldás. Készre zubbolt, hogy beöntés neki. Akkor, hogyha fáj a bokája, vagy mit tudom én, bármi lesz itt. Jó, a... Zúrral, akkor Norához nem akarok körülni, meg akar kúpóni, fel akarja dugni a csövét a végbelembe, dúvá. Hát hogyne?
felredem. Vétel, érdeklődnék, hogy az elkövetőnknél mi volt, minden jót neknek, minden jó. Köszönjük szépen, doktor, vigyázzon magára. Jaj. Vissza vagyunk a 95-re. Szerintem ilyen. Rendben. Ja, hogy a szolgáltat? Tanjiro! Igen! Jóha! Nézd, nem Dragon Ball Japánhoz, azért mondom, hogy túlítszentik a apárok. Fajta pisztolyt, kezd tartó. Bocsani, én nálam vannak a lőszerek, feltetőleg... Élmény volt ez a mai járőszolgált önnel, uram. 200 gramnyi... Reán Lenovo, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést. Tényleg nagyon fáradok, gyerekek, alig látom. Megmondom, mi ez. Vétel, jól hallottam, hogy 7 fajta fegyver, meg valami 200 gramnyi por? Szerintem igen. Jamal! Vétel uram, negatív, nem John Wick-kel volt dolgunk. 2 fajta fegyver volt, uram. Elvileg nem tudjuk, hogy milyen. Én nálam vannak a lőszerek, de nem 9 mm-esek voltak, hanem 2 fajta különböző. Olyan, mint valami 762-es lenne. Oha. De nem az, de valami nagy tök lőszer. Oha. Az nem jó. Látszik. Sokan ízé... Nem tudom, az ez okásaikat. Főhúzom a sapkát, mert a Nexus 1000-es megerőszakó jelenik a apucia. Vagy pozitív, már is mit vagyok. Én nem 99-84 visszatér a 99-es kapitányságra 10-10 céljából. Ön is leadja? Hol fáradt vagyok. Abba már. Jó, be. Tanjiro, szálljon ki. Igen. Tanjiro, szálljon vissza. Jó. Na szállok. Na, ó, jó lesz, jó. Nagyon jó. Tanjiro, mi a fazom, hogy csinál a kocsiba? Srefi, ne csináltam semmit. Húját ment az önfekvőre, tőle lezagott a benzin. Mi az? Izé szar, ami a haján van, de befolyik a olaj, olajteknőn, az. Fazom Tanjiro, összetöröd az egyetlen ép autómat. Miért fog járőrözni, gyalog, egy biciklivel? Milyen egyetlen ép autó? Jó, van egy BMW, amit alig tűnti össze, csak egy picit. BMW-t egyáltalán nem törtöm össze. Nem. A motorház tettő behajlott, a bal oldala le van húzva. Te te voltál. Dehogy is. Mondom, hogy te parancs, hogy te voltál. Parancs, hogy én voltam? Parancs! Akkor ki volt? Alexis. Na, a Tanjiro. Mert nem vagy az apukája. Nem is akarok apukája lenni. A szexuális értelemben nem. És más értelemben? De nincs akkor a különbség. Már mondjuk óvodában azt a Juliskát megnéztem alaposan. Érdekes lány volt. Az a baj, hogy estére egyszer nem tudom már beszélni, Sobri úr. Na, srácok, mi 10-10-elni fogunk, úgyhogy én addig keresek valakit, akit berédelünk, hogyha úgy akarja a képem is. És nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a csíreket, a subgifter, Fanni, nagyon-nagyon gratulálok, írjam DC-n, és kurva kamera meg, mindegy, ez egy ilyen nap. Úgyhogy én azt mondom, hogy menjünk át Alexishez, és... nem menjünk át Alexishez, meg kifagyott a... Élmény volt, uram! Tanjiro! Élmény volt! Vigyázzon magára, adja le a szolgáltat, aztán 10-10-en. Úgyhogy... Takad a Tanjiro, 10-10, jó, további szolgáltat. Jobb József Dondel, 10-10, jó szolgáltat. Megyük a szolgáltat. És átmegyünk Alexis bácsihoz. Aztán én meg kihasználom, tegnap ugyanis csak 1 órát aludtam este, ami valljuk be, hogy nem igazán sok. Na végre magához tért. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Augusztusban is lesz egy hasonló nyereményjáték, egy 20-25 eurós Steam ajándékkártyát fogunk ott is kisorsolni. Szépen lassan beáll a rendszer, és megszokom az új felületet, csak nem tudom, az alertek hangok hova tűntek, és aztán toljuk. Legyetek jók! Sziasztok!
És akkor ide hív egy embert, és ő fogja kifizetni, ugye, a számlát. Aha. Állj bár, bro, nagyon szépen én köszönöm a raidet. Én már most látom, hogy le fog lőni. Mármint, apu, köszönöm a raidet. Akkor melyiket választja az úr? Hát leülj, leülj őket, tehát